Na jó napot kívánok! Teszteljük le, hogy milyen. Össze-vissza lesz itt minden, mert mikrofon csállítottam be, meg semmit. Van-e hang, vagy nincs, mit tudom én. Úgy nézem, hogy hang az lesz. Nem is rossz. Elsőre. Az új alaplap egy kicsit megkevert, de nagyjából mostanra azért belőttem mindent. Ezek a hajók meddig akarnak itt úszkálni? No! Tutoriára nem fordítanék olyan sok szót, mert olyan a tutoriál, mint a fajék tulajdonképpen. Hogyha valaki nagyon kéri, megmutatom milyen a tutoriál, de igazándiból nem sok értelme van szerintem, mert ilyen teljesen alap ütközetekbe rak be, és igazából nem tanult semmit. Tehát úgyis akkor fogod megtanulni a dolgokat, amikor majd élesbe leszel. Aki még életében nem játszott mondjuk hasonló játékkal, tehát ilyen hajócsaták, meg a szárazföldi csaták, az az Empire-nek, meg a Civil War-nek a keveréke. Teljes mértékben igazából. Tehát egyedül ez a Landing Operation talán az, ami új lehet, vagy újszerű élmény lehet hasonló játékokban. De én megmondom őszintén, nem tanultam a tutoriálokból szinte semmit a játékra vonatkozóan. Megnézzük, hogy milyen a kampány kezdés. Most itt várhatnék, hogy valaki beírja, hogy melyik kampány legyen, vagy melyik nem. Az amerikai kampányt azt talán holnap mutatnám be. Azzal én már elég sokáig elvittem, csak belefutottam egy olyan csatába. Egy ilyen logikai csapdába keveredtem az amerikai kampányban. A harmadik rész negyedik ütközetében. Egy tengeri ütközetről van szó. Olyan logikai csapdába keveredtem, hogy ha egy hajót fejlesztesz, ugye többféle fejlesztési ága van a hajóknak, vagy pontosabban, tehát vannak hajók, amikre rá tudsz rakni fejlesztéseket, és valamelyik fejlesztés fix, valamelyik nem. És hogyha rárakod a fix fejlesztést, akkor ugye később nem lesz nem tudod változtatni. És egy olyan hajó csatá, vagy egy olyan feladat elé állította az a csata, amit egyik hajóval se tudok megoldani. Mert a két nagyobb hajóm nem tudja leküzdeni azt, vagy nem tudja megoldani azt a feladatot, még együtt se, amit meg kéne. Viszont a kisebb hajókra, amikkel meg tudnám oldani egyel a feladatot, úgyhogy feláldozom azt a hajót, azt meg már nem tudom módosítani, mert fix fejlesztést raktam a hajóra. Tehát, hogyha ezt így előre közli a játék, hogy az fix, lehet, hogy közölte, csak nem vettem észre. Na minden, sokat pofázok, szóval vannak logikai tudszok. Ezt nézzük végig, mert ez hangos. Since before my grandfather's time, it has been our destiny. And now it is mine. One day I went sailing and found that my old boat had sprung a small leak. Jó, tehát tulajdonképpen ugye úgy indít a játék mind a két kampányban, hogy ilyen meseszerűen, vagy hát ilyen történetmesélésszerűen kell kiválasztanunk, hogy az alapképzettségeink mik legyenek. Ugye, hogyha bármelyik válasz, vagy választási lehetőség rámegyünk, akkor mellette írja a játék, hogy melyik skill fog egy ponttal gyarapodni. Ugye itt háromfajta választásunk van. Ugye igazából mindig azt számít, hogy milyen hatásai lesznek az indulásnál. Én általában itt az elsőre szoktam menni, elég sokat kell javítani majd a hajónkat. Sajnos. At 12, my uncle made me an apprentice aboard his ship. Standing, az a baj, nem tudom, hogy felétek mennyi hang megy ki. I felt like a man, but a
most, hogy mennyire lehet hallani a játék hangja és az én hangom mat a játék felett, mert ezt az egyensúlyt soha nem tudom belülni normálisan. Ugye, fogalmam nincs erről hangkeverésről, meg a hang dolgokból, de az a baj, hogy időm sincsen rá, hogy foglalkozzak vele. Most úgy néz ki, hogy ha tudnék felszabadítani időt, azt elviszi majd más, de talán kevesebb időt veszel, úgyhogy meglátom majd, hogy hozzá. Ugye itt... Én ezt a crew traininget, ezt nem is értettem még a játékban, hogy ez mire jó. Azt értem, hogy gyorsabb a crew training, de... hogy jobban fejlődnek talán a csaták közben. Akkor miért nem írja, hogy in battle? Ugye ez az, hogy több emberünk jön vissza a csatákból. Milyen doktor... szerűség. Ugye itt meg az, hogy figyelünk az emberek moráljára. Értelemszerűen, és érdekes módon, hogy azt írja, hogy a morál a legfontosabb. Vagy hát fontos a morál. De ez azt adja, hogy 5%-kal kevesebb a veteránoknak a felfogadási értéke. Szóval itt most megint ez olyan dolog, hogy teljesen mindegy igazából az elején mit választasz, szerintem. Mind a hármat érdemes majd kipróbálni. Hát én itt általában erre szoktam menni, hogy több, kevesebb legyen a sebesült. We were forged together in the crucible of battle. For gallantry, I was recommended for promotion to the rank of lieutenant. But first, I must pass the lieutenant's exam. Megkaptuk az első kinevezésünket, mint hadnagy. I was summoned for a board of captains. Ja, a brit flottánál ez elég szigorúan működött. Amennyi nekem ismeretem, vagy amennyi ismeretem van erről a témáról. Ugye itt megint választhatunk, ugye? Melyik irányba szeretnék elmenni. Mi a fontos nekünk, mint tiszt. Zárva itt a reputációnk az elég jó, mert ebből a reputációból kell majd gazdálkodnunk később. Ebből is. They nodded their heads in assent. Then asked me for my appraisal of the navy's current strategic situation. Akkor majd hosszabb csend lesz, de megpróbálom időbe lenémítani a mikrofont, ha köhögnék. Igen, és ugyanúgy ugye a nehézségi szintet is így ilyen párbeszéd panelbe tudjuk be, vagy meghatározni. Én minden játékot médiumon kezdek, hogy felmérjem a játéknak a működését tulajdonképpen, mert szerintem, ha egy játék médiumon nem elég kihívás, akkor eleve bukó az egész. An old, grey-haired captain asked me about my skill in the organization of amphibious operations. Olyan neve volt, hogy olyan kifejezést használtak, mint az indiánok, hogy őszhajú, fehérhaj, meg ilyenek. Medium. Ja, menjünk medium. I've read many books about tactics and strategy. Érdekes módon majd meglátjátok, hogy... The board applauded my answers and took a moment to reach their consensus. Nem az amerikai függetlenségi háborúval indul az angol kampány. Az amerikaiak meg értelemszerűen ugye a britek elleni harcot indítanak. Na, itt most a következő helyzet, ugye vannak előre beállított profilok, de ugyanúgy létre tudjátok hozni a saját profilotokat is. Hát itt most megint ugyanaz, mint a Civil War-ban, hogy szoktam, lehetünk ilyen zaglóba. És akkor ugye kezdhetjük. Portrét az marad Nelson. Kár, hogy portrét nem lehet valahogy készíteni, legalább ilyen előre letárolt ilyen elemekből, mint ahogy más játékokban. Vagy hát mondjuk itt az is érdekes ugye, hogy egyáltalán megadhatunk nevet. Na, itt valami olyasmi van, hogy a spanyolok ellen kezdünk. Kíváncsi leszek, hogy hogyan oldja meg a játék, meg az OBS ezt az egészet, mert össze-vissza például beállítottam egy FPS számlálót, de nem, nekem nem is jelzi. Aha.
Tehát az a lényeg, hogy a parti ütegeket kéne elhallgattatnunk. Mielőtt ugye a partra szállunk. Tehát ugye a frontális támadás az teljesen... Fász, itt már lőnek. Tehát a frontális támadás az eleve bukta. Na. Ugye kapunk... Ilyen csatatérre... Szia! De Cartier. 23-35. Na. Tehát jönnek be az egységeink. Ugye a csatába. Majdnem minden csatába kapunk majd egységeket, de van olyan, amit saját magunknak kell megoldani. És látjátok, a kampány az igazából egyből a mély vízbe fog dobni. Semmiféle irány... Az a baj, hogy tényleg nincs értelme a tutoriált megcsinálni, de semmiféle iránymutatást nem fog adni nektek, hogy milyen dolgok jönnek be a csatába majd később. Ugye itt megint az, hogy aki szereti a komolyabb hajós játékokat, az itt már teljesen képbe lesz szerintem, hogy hogy kell szél alá fordulni, meg hogy lehet a helyes irányokat megváltozni, mikor milyen ágyút kell betölteni, meg hasonlók, a szél irányra figyelni. Én ezt igazából ilyen teljesen random, ilyen véletlenszerűen szoktam megoldani. Ki lehet jelölni azt is, hogy a hajó melyiket támadja, lehet, hogy le lehet tiltani ugyanúgy a lövegeket, és akkor ugye ezzel azt tudjátok elérni, hogy hirtelen egy erős sortüzet tudtok lőni mondjuk egy álló hajóra. Ez tiszta Empire meg Napóleon egyébként, szerintem semmit nem változott. Itt megint lehet az, hogy megpróbáljátok elfoglalni a hajót, vagy nem. Most megpróbálom azt, hogy belavírozok a két hajó közé, és mind a kettőt megsorozom. De hogyha itt kapok egy sortüzet, akkor nagyon rá fogok baszni. Magyarul megmondva. Meg ezt a hajót kapásban megpróbálom elfoglalni. Úgyhogy veretem a fedélzetet Shrapnellel. Vagyis hát ezzel a kartáccsal. Az a baj, hogy megint rosszul fordultam. Ugye lehet választani a láncos golyót, hogy a vitorlázatot rombálni, de most én is hülye voltam, mert mind a két hajótól kaptam az ívet. De ezek fel is adták, itt a tüzérség sokkot kapott. Ez már eleve bukó helyzet, tehát mivel ezeket az egységeket majd tovább fogod vinni. És itt már ezt a hajót, ezt rommá is lőttem, tehát ennyit arról, hogy indul egy csata. Hihetetlen. És ugye ez csak a bevezető csata, itt még nem te pakolod le az egységeket, nem határozhatsz meg legénységet. Tehát igazából mindent készen kapsz. Itt is eldönteni ugye azt, hogy én most megpróbálom a másik taktikát, azt, hogy szétlövöm a vitorlázatot. De ugye ez is olyan dolog, hogy mire tényleg átjön, ráérzel arra, hogy mik a helyes választások egy adott csatában, addigra úgy rommá lőnek, meg olyan dolgok történnek, például, hogyha elfoglalsz egy hajót, de nem teszel rá, mondjuk, ugye megcsákjázod őket, és nem szállítasz rá saját legénységet, akkor az idegen legénység, vagy hát az ellenséges legénység visszaveszi a hajót, meg ilyenek, szóval, ilyen teljesen random dolgok, vagy hát ilyen váratlan dolgok történnek. És itt ugye megint az van, hogy a szélirány miatt nézzetek meg, hogy erre a felére sokkal nagyobb a hatása az ágyuknak, mint ott el se érem a hajókat. A láncossal, csak a simával. Ugye így először a hajó testét lövöm a palánkot, közben én is kapom. Mert nem is lőnek, látjátok? Mert kívül esik a hatás köré. És ugye van egy olyan, hogyha kijelölitek ezt a hajót, hogy azt lőjék, akkor tudtok manuálisan célozni, hogy oda lőjenek leginkább. Ezt a hajót ezt nagyon meggyaláztam most. Ugye ez a Richmond, ez egy elég nagy hajó. Tehát igazából esélye nem kéne, hogy legyen az ellenségnek. Rohadt bonyolult egy játék igazából. Tehát nem az, hogy bonyolult, hanem ugye eleve régen is kaptunk olyan játékot, ami ilyen kombinált
harcokra ad lehetőséget, hogy a hajók meg a szárazföldi egységek teljes kombinatorikáját adja majd a játék. És az valóban így van, mert mindent a flotta old meg. Hát a szárazföldi csapatokat is a flotta szállítja. Tehát nincs az, hogy vannak szárazföldi csaták, ahol kapunk sima egységeket, ilyen beugró szárazföldieket, de mi a saját szárazföldi csapatainkat, azokat csak és kizárólag hajókkal tudjuk a helyszínre szállítani. Hát lesz olyan, például vannak ilyen mellékküldetések, ahol le kell lassítanom azt a hajót, mert nagyon sokkal gyorsabb, mint én. Tehát vannak mellékküldetések, és például ott ugye ki tudsz jelölni majd megfelelő hajókat. És ott számít, hogy például vannak-e olyan hajóid, amik csapatokat szállítanak. Na most itt is nézzétek meg, hogyha nagyobb árbóc, vagy nagyobb vitorlázattal haladtok, akkor nem is tudnak annyira lőni. Hát akkor vissza kell lassítani, és erre mind in-game kell figyelni, vagy esetleg az AI-ra rábízzátok a csatát, de mondom őszintén, annak nem nagyon vagyok a híve. De itt, hogyha szél irányba fordulunk, akkor így kezd növekedni a zágyuk hatókre, itt meg kezd csökkenni. A hajót azt nagyon meggyaláztuk, úgyhogy menjünk rá most erre. Próbálok még egy kicsit adni hatókört nekik. Nem, az igazság, hogy én nem vagyok egy nagy hajós. De ez a játék, ez engem igazából így teljesen most úgy ért, hogy egyszerűen újra kell tanulnom ezt a fajta játék stílust. Ebben Ákos nagyon jó, ugye? Ő szereti ezeket a hajókat, meg a hajócsatákat, meg ért is hozzá. Ezek, hogy hogyan mentek a hajók. Én meg csak így random nyomogatok mindent. Én a szárazföldi csatákat tudom jobban levezényelni. De hát most azért megpróbálom kihozni belőle a maximumot. Bár így se valószínű, hogy nagyon sikerülni fog. Megpróbálom a vitorlázatokat minél előbb leszedni. Ezt a hajót meg szét kéne lőni teljesen, de látjátok, hogy azért bírják, na. Ja, és meg ezt kéne, hogy lőjem. Most teljes vitorlázattal mennek, meg tudod azt csinálni, hogy a vitorlázatot jelölt ki. De közben én is kapom rendesen. De a vitorlázatot, hogyha értelemszerűen szétlövöd, akkor ugye eleve lassabbak azok a hajók, és akkor be tudod érni őket, még egy lassabb hajóval is. De most már jön egy másik hajó, aki a szárazföldi csapatainkat szállítja. De tulajdonképpen a nagy hajók, tehát a sorhajóknak a legénységét, a matrózokat is simán le tudod. Már felhúzták a vitorlát, tehát már nincs is értelme a vitorlát lőni. Megpróbálom megcsákjázni, de azt is meg tudjam mutatni. És az a baj, ez is sokkot kapott ez a hajó is, mert az a baj, hogyha meg ide kimanőverezek, itt meg a parti üteg kezd el majd engem lőni. Tehát nem is manőverezhetek nagyon oda. Ugye itt az AI azt akarta elérni, hogy beálljon ide a torkolatba, hogy ott már sok vizet nem zavar. Megpróbálom még ezzel szétkülni őket. Nagyon-nagyon sokat kell tanulni nekem is erről a játékról, hogy mi történik, vagy mi nem történik, ugye. Hogy szétlőttem a palánkot, itt már is el fog süllyedni. De ezt megpróbálom megcsákjázni, ezt a hajót. Itt meg azt tudom csinálni, hogy esetleg közelebb menni hozzá. Állandóan ezek a váltogatások meg. De ott már ott az ágyus üteg, még nem ér el. De lassan a közelebbbe lesz. Ugye a kardáccsal meg el kell kezdeni pusztítani a legénységet, a felézetet lőni. Elér egyáltalán odáig? Nem. Miért is érnek?
maradunk ennél. Ja, és ugye rossz van kijelölve, ezt kéne lőni. Ne tudjon manőverezni, de csak tud. Ha, tűz. Teljesen szétlőttem a vitorlát. Ugye a vitorlát is el lehet lőni, hogyha szerencséd van. Akkor a vitorla megadja magát, és tényleg rendesen le van modellezve, ahogy a vitorla eltörik. Jó, ez a hajó tulajdonképpen mozgásképtelenre lett lőve. Még egy sorozatot kap, szerintem az elég lesz neki. Az a baj, lassan töltik be az ágyukat. Az a hajó az ott teljesen inaktívvá fog válni, majd oda manőverezik a Richmonddal. Így a torkolatba aztán rommá lövöm, csak egyelőre ezt pusztítsuk el. Ugye csata közben is működik a javítás, ugye a hajóácsok, meg pumpálják, szivattyúzzák ki a vizet, de a pumpák is tönkre mehetnek. De itt már nyomjuk a kartácsot. A kartácsot érdemes ide a fedélzetre ráirányítani. Megpróbálom ezzel a hajóval megcsákjázni. Igaz, hogy kevesebb a legénység, de mire odaérnek, addigra pont jó lesz. Na, itt meg azt láthatjátok, hogy a hajókat így láncba lehet rakni, tehát a három hajó így egymást követi, és mindig az első a vezérhajónak a sebessége fogja, vagy az fog számítani. De nem ennyi, állj meg úgy, az már úgyse tud mozogni ez a hajó. Már legénységet lövöm. Az a baj, hogy jó, jó palánk. Még azt is figyelni kell ugye, hogy melyik palánkzattal fordulsz az ellenség felé, tehát melyik, a hajó melyik oldalával, de ez értelemszerű tulajdonképpen. Csak nekem kell mindig magamban megerősíteni, hogy mit is csinálok? Fordulj! Jó, láncos már nem kell. Nem akarom szétlőni azt a hajót, mert azt én robbanó hajónak el akarom foglalni. Még a legénységet akarom rajta elpusztítani. De az a... Mind a ketten szél ellen megyünk. Ő neki kisebb, vagy már szét van lőve a vitorlázata, meg ez az oldali palánkja. Ugye meg is jelenik a hajótesten a sérülés. Az, hogy nem bírjátok szarrá lőni valamit. Ugye a csákjázást meg csak annyi, hogy ugye kijelölitek a hajót, amit támadtok. És... veretitek a fedélzetet, ez még mindig tud fordulni ezt a hajót, nem hiszem el vagy. És nagyon lassúak a csaták, az a helyzet, tehát rém lassú minden. Nem szabad túl közel mennem, ez a helyzet. Hát itt ebben a játékban sűrűn fogjátok használni a gyorsítás funkciót. Lőjétek már szét, hát basszus, nem igaz. Már csak 114-en vannak rajta. Lőjem teljesen rommá. Nem kéne. Ja, nem is a felézetet lőtték, baszok. Ugye, nézzetek meg, teljesen szél ellen megy a hajó. Teljes vitorlázattal, és visszafelé fújja a szél. Tehát ennyire figyelni kell arra, hogy tulajdonképpen mit csinálsz. Már... össze-vissza jelölgetek egyébként mindent, tehát ezért nem szeretem streamelni az ilyen játékokat, mert ami még nekem is új játék, abban ugye amikor fogalmam nincs, meg még pofázok is, és akkor így teljesen hülyeségeket csinálok. Ez a hajó, ez nem fogja tudni megcsákjázni azt a hajót, ez szinte biztos. Ha csak nem fordul így vissza, és majd így erre el tudok esetleg menni. Még ezzel induljunk meg legalább annyira, hogy ezt a hajót kéne meglőni. Ezeket az oldali ágyukat letiltjuk, az pont nem az, jó. Ugye meg lehet forgatni a térképet minden irányba, szóval nem lesz problémátok azzal, hogy nem láttok esetleg valamit. Hú, ezt még időben csináltam jól. Nézzetek meg, jó, na jó van, ezt a hajót én szétlövöm, hát nem igaz. Süllyesszük el, hogyha nem tudom elfoglalni.
Na, ide ért az első csapatszállító. Ugye csónakokra ki kell... Ja, túl nagy a sebesség, akkor nem is tudjátok lerakni a csónakra az embereket. Ugye ahhoz meg kell, le kell lassítani legalább egy ilyen... a legalsó vitorlázatra, vagy a leglassabb vitorlázatra. Még a végén ősülyezte engem, hát beszarok. Na, és itt meg az ágyukat. Egy szétlövi szétlövi már a sejt. Ne, jaj! Ugye még nem fedeztem fel én se annyit a játékból, hogy tudjam, hogy milyen gomb kiosztással, vagy milyen kombinációkkal lehet esetleg forogni, vagy ilyesmi. Azt is megint ágyugolyót váltottam, hát ezt nem hiszem el. Ez az a hajóval innen el kell takarodni, mert tét fogja lőni. Minél magasabbra rakod a... ezt a manuális célzást, ugye attól függ, hogy, hogy a fedélzetet is pusztítja el, vagy csak a hajótestet, mert hogyha ide az ágyukra rakod, ki tudod szedni az ágyukat, ugye mozgás, vagy hát na, működőképtelenné tudod tenni igazából a hajóknak az ágyúit, és ugye akkor nem értelemszerűen nem tudja viszonozni a tüzet. De mondom, annyi mindenre kell egyszerre figyelni, én meg elhoztam magammal azt a rossz Tűr József, elhoztam magammal azt a rossz szokásomat a Total War-ból, hogy nem állítok meg csatákat. És ez nagyon nagy, itt nagyon nagy hátulütője van ennek. Hogyha nem állítasz meg csatát, mert itt szükség van arra. Saját hajóimba fogok belemászni. Megpróbálom a csónakokat így át ide. Ez meg ide megállni. Na, ezt a hajót levédekezni. Megcsákjázzuk. Lassíts. Ó, ott óvatosan mocorogja. Ó, basszus. Állj már meg, hát miért nem állsz meg? Nagyon nagy ön tudja osztani az AI a... Tehát jó az AI. Kihasználja itt is könyörtelenül azt, ami hibázol. Na itt a szárazföldi csapatok azok meg tényleg ugyanúgy működnek, mint a Civil War-ban. Szinte semmi különbség, de annyi különbség lesz, hogy én nem rohamoztok. Az ágyukat foglaljátok el. Annyi különbség van, hogy máshogy működik a szupli, egy kicsit. Az ágyukat el lehet foglalni, sima legénységgel is. Ilyen lövészek is el tudják foglalni az ágyukat. Miért nem? De miért gyorsít fel? De majd lehet, hogy én gyorsítottam fel. Látjátok, hogyan rommá lövi ezt a szerencsétlent? Rá kéne fordulni. Nekem vannak olyan részei ennek a játéknak, amiket nem értek még. És ez a legnagyobb probléma, szerintem. Igazából. Ez még partos a szárazföldi, csak most. Úgyhogy... De a szárazföldi ütközet az egy az egyben megegyezik. Állj meg. Ezt a hajomat meg közben rommá lőtte a másik. Csákja. Megcsákjázza vajon? Már megcsákjázta, látjátok? Behúzza maga mellé, át kell állni kartácsra. Kartáccsal megsorolta a fedélzetet. Ilyenkor nincs értelme a manuális használni igazából, de lehet. Csak úgyse fogod látni, hogy mire célzol. Szárazföldi csata is így, hogy a, közben a tengeri csatákra is figyelni. Na még kicsit meg... Ja, basznak, jó, horgonyozzál le. Húzd be a vitorlát. De igazából most akkor ez a hajó a miénk. Akkor felajánlja itt. Hát... Azt nem is tudom, hogy mi az gond. Na, szóval felajánlja
hogy mit szeretnél. Ja, hát korai D-nap, de kurva nehéz amúgy. Szóval, hogy átteszel legénységet a hajóra, az, amit megcsákjáztál, át lehet rakni a teljes legénységet, át lehet rakni egy minimális legénységet, akik ugye utána még el tudják irányítani a hajót, de ugye komoly harcra az már nem alkalmas, vagy megsemmisítitek a hajót. Ugye, amint ugye most átrakok egy minimális legénységet, és levágom a vontatóról a hajót, levágnám, ha nem lenne megállítva ugye a játék. Már meg van állítva, most azt kell csinálni, hogy ezt letűltöm itt az ágyukat. Ezt megpróbálom így ellavíroztatni arra, fordulj egy kicsit erre. Rohadt nehéz, mert ha két hajó összeütközik, akkor onnantól már nagyon nehéz dolgod van. Ott az ágy... Ja, ezt nagyon benéztem ezzel a kis hajóval, szegény. Ez már majdnem el is süllyedt. Ez süllyed is. Ó, baszki. Hát ez egy kár volt. Nem tudják megjavítani? Lehorgonyoztatom akkor. Az a baj, hogy közben lőnek rám az ágy. Onnan a partról. Hogy nem érnek el ide? De lőnek, nem? Ott töltik, ja. Ugye ezért süllyedt el. Tehát már eleve ez az egész, ez egy nagy bukás így. Tehát már kezdhetem is előről. Na, így működik ez a játék. Tehát most azért nem viszem végig, mert rohadt nehéz. Tehát olyan dolgokra kell figyelni, így egyszerre. És ugye mondom még egyszer, ez a saját hibám nekem, hogy nem állítok meg csatákat. Most megpróbálom azt, hogy erre fordulok. A hátsó hajót rommá szedni. Mert akkor annyira nem széllel, de szél ellen fordulok, megpróbálok egy teljes fordulót csinálni. Ezt az első hajót ezt elengedjük, ezt a Mercedes nevű hajót megpróbálom minél előbb szétnyomni. De ugye megint elbasztam, én marha állat, mert bár nem, mert nem teljes vitorlázattal megy, tehát akkor nem tudtam volna lőni a teljes vitorlázatot. Hát ugye az sem mindegy, hogy egy csatában hogy választod meg az adott lövedéktípust a hajódnál. És nézzetek meg, hogy teljesen rám fordult már ez a kisebb galga nevű brig. Szerintem ezek brigek amúgy, nem biztos, de lehet. Ugye mindig akkor érdemes az árbócokat lőni, meg a vitorlázatot, ugye értelemszerűen, hogyha a teljes vitorlázattal megy az adott hajó. Amíg nem, nem, megint felhúzta. Most én befordulok szélirányba. Ezzel megpróbálok innen operálni majd. Az a baj, hogy megint keresztűzben van a hajó. És ugye nagyon fontos, hogy ami nektek jobboldali, az a hajónak is a jobboldali ágyúi. Ezt is fejbe kéne tartani. Tehát kinek van erre ideje, amikor ilyen nagy csatározások vannak. Ezt most szétlövöm ezt a hajót, engem nem érdekel. Tűz. 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 Hát ezt nem viszem el. De ilyenkor automatikusan az AI választja meg a célpontokat a hajón. Higgyétek el, valamikor jobban jártok ezzel a fajta dologgal. Nem mindig, de általában azért jó cél az AI. Megpróbálom azt, hogy szétlövöm a vitorláit. Az most hatókörön kívül van, így annyira nem játszik. Elfordulunk. Most beállt célirányba, tehát meg fogja bontani az összes vitorlát. Ezáltal ugye van értelme vitorlázatot lőni. Csak ugye megint az a probléma, hogy az AI-val jelöltettem ki. És a manuálisan jelöltem ki, és nem, ez nem olyan hatékony sok esetben a manuális célzásokkal leadott sorozatok, meg lövések, mint hogyha saját magad, vagy az AI állítja be, hogy hova lőj. Fú,
ez már magamnak is sok. Egy kicsit. Fel kell gyorsítani, hogy tartsuk a lépést, lőttök egy kritikát. Ezeket ki lehet kapcsolni amúgy, ezeket a találati jelölőket, de akkor itt fönt úgyis meg fogod kapni, mint a World of Warships-ben, hogy milyen találatokat értél el. Csak akkor itt a magán a játékban, a képernyőn nem fogja mutatni a hajó fölött. Én ezeket kiszoktam kapcsolni, csak most azért raktam be, hogy lássátok, hogy ilyen van. Mert úgyis látod itt fölül ilyen plecsni-szerűen meg fog jelenni. Nagyon nehezen töltik be az ágyukat, ugye ez attól is függ, hogy mekkora ágyú, hogyan manőverezel, milyen a legénység, milyen a parancsnok, milyen a másodtiszt. Ó, ez, én ezzel a játékkal, jó, még szerencse, hogy korai hozzáférésű, mert 19-én ugye jön a páncárkor, úgyhogy nem lesz időm vele játszani folyton. De úgy látom például, hogy ja, lelassítottam a csatát, jó. Gratulálok, Zraglóba ismét hoztad a formádat, már kezdek berekedni. Bocsánat. Ugye, kapásból ez már nem is jó szögválasztás, mert itt fordulni kéne, kicsit gyorsítani itt, és már kapásból, ahogy felgyorsítottam, már lassítani is. És ugye, látjátok, nincsen vitorlázat, tehát nem tudom pusztítani magát a vitorlát, csak az árbócokat. Én most átteszem oda a lövést, hát megnézem így mit produkál. Na most azért elég szép fekvősortizet lőttek. Szépen fekvősortizet, helyesebben. De ez, én egyébként ezeket a tengerészeti szakszavakat se tudom, úgy mint Ákos például. Ő ezt Kenny vágja, ezt a hajós mizériát. Na kíváncsi leszek, hogy ő fog-e játszani ezzel a játékkal. Kíváncsi lennék, hogy ő hogy manővereszteti ezeket. Ez a dorszak. Ja. Megint, látjátok? De most az árbócot lőni teljesen felesleges. De tényleg teljesen. Itt van értelme lőni, ez most ránk fog fordulni az a hajó. De nagyon nem megy nekem, egyébként rá kellett jönnöm ebből a pár napba, hogy rohadtul nem megy nekem ez a fajta csatairányítás itt a tengereken, de hát majd belejövök ám lassan. Na, meg induljatok meg, mert ez ránk fog kerülni. Próbálom sima AI célzással. Ó, az már nem is lőtt. Meglassítjuk azt a hajót egy kicsit. Lehet, hogy megpróbál megcsákjázni. Tényleg jó az AI, úgyhogy erre figyelni kell. Én ezt megcsákjázom azt a hajót. Itt a távolba, hogy ne legyen belőle probléma. De miért nem tudok csákjázni? De már nincs ki elől. Itt meg nagy bajok lesznek amúgy, mert... Ja nem, jó. Ugye ez a hajó erősebb, mint az enyém. Megpróbáljuk annyira lelassítani, majd visszafordulunk a Richmonddal. Lőjé, lőj, 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 lőj. Baszik lőni. Veressük a fedélzetet, baszik le. Már bocsánat, hogy így állok hozzá, csak... Ugye itt... Csákjázzátok már meg. Ja, kicsit közelebb kéne fordulni. Ugye itt a szögeket, az irányokat helyesen kell megválasztani. Nem mindegy, hogy hogyan fordulsz, vagy miképp. Már az árbocomat... nem láttátok, látjátok? Ott az árbocot szét is lőtték. Teljesen. Tehát ez a hajó, ez igazából manőverezhetetlen lesz lassan. De ugye még a legénység tud tevékenykedni rajta. Csákjázzatok. Megpróbálom azt, hogy amíg ide ér a Richmond, addig a legénységet elpusztítani. Amennyit csak tudok rajtuk. Közben puskáznak ám a legénységből is, meg minden. Ó, bazdmeg, ez meg elfordult. Hát
az elég nehéz szülés lesz így. Ezt már megadta magát, na jó. Hogyha nem, ja, megszállják, jó. Ja, igen, meg tudjátok azt csinálni, nézzétek csak, hogy az üres hajóra csónakkal is lehet legénységet rakni. Tehát vannak itt durva dolgok, na. De majd mindjárt Richmond megoldja, ha visszafordul. Most már ott tartanék. Eleve itt lehet lassítani, meg van csákjázva, csak nem lassítja meg. Ha megcsákjázod, meglassítod a saját hajódat, akkor visszahúzod az övét is. Közben ugye rommá lövöd. Marha érdekes egyébként a mechanika. Én ez, mondom, engem teljesen váratlanul ért, hogy ilyen szintű mechanika lesz benne. Itt meg az a baj, hogy ezeken a hajókon nincsenek ágyuk. Ezek kereskedelmi hajók, a csapatokat szállítják. Hát ezekkel az ágyus hajókkal most mindjárt elkezdi rommá lőni őket. A Richmondot meg szél ellen nem tudom majd visszafordítani. De azért megpróbálom. Na. Talán erre. Talán egy annyira. Most átraktam matrózokat, hogy azért tudják kezelni az ágyukat. Viszont rossz irányba fordulok, mert ott a palánk már szét van lőve. Ezt a galgát, ezt elkapom a Richmonddal, mind a szart. És megpróbálom azt, hogy a szerezt visszaszerezni a Mercedes-e. Ugye szél ellen kell menni. Viszont ugye látjátok, hogy ez a kör a hajó körül, ez azt jelenti, hogyha a pirosba állsz, akkor a leglassabb. Ha a sárga értelemszerű. Tehát mindig az adott irányba fordult, hogy megmutatja neked a játék, hogy mi a helyes irányválasztás. Mert ugye a szélirányt a vitorlákkal be lehet fogni. Csak ugye azáltal tudtok lavírozni. Azt hiszem ez szakszó egyébként ez a lavírozás, de nem vagyok feltétlenül meggyőződve róla. Meg ugye ezek nagyon lassú hajók. A kereskedelmi hajók. Itt lőjük a vitorláit. Mire ez ide ér, addigra ez nem lesz olyan fordulóképes hajó. Akkor majd megsorozzuk Shrapnellel. Ami nem Shrapnell, hanem kartács tulajdonképpen. Az amerikai hadjáratról azt tudom mondani, hogy eléggé izgalmas egyébként. Tehát vannak benne nagyon faszak is csaták, meg mellékküldetések, amiket nem kell lejátszani, hanem hajókat kell hozzárendelni a mellékküldetésekhez, és az adott rész végén ilyen jutalmakat, meg ugye feloldható tárgyakat lehet vele kinyerni, úgymond. Most itt ráford, én ezt megtámadom, basszus. Csákja, csákja, csákja! Fűz! Ott meg tudod csákjázni, csak gyorsíts egy kicsit. Mercedes, ez nagyon lassú. Már van lőve a vitorláján is. Megcsákjázták, jó van. Megcsákjázták. Ezt a hajót ezt majd minimális legénységgel hagyjuk magára. Ugye azért jó csákjázni, mert ugye értelemszerűen akkor az a hajó majd hozzánk kerül. Majd hogyha valaki még a hangról mondjatok valamit, léci, hogy az ágyúzás mellett lehet hallani, amit pofázok közben, vagy... Mert úgyis szóltatok volna, hogyha nem lehet, csak mennyire zavaró, hogy... Én most a fülest nem vettem föl direkt. Rájöttem arra, hogy elég szarul tudom beállítani. Elvágták a... Leszakadt a csákjáról. Na most szélirányba próbál állni, ötte. De az esélytelen lesz. Már megint megcsákjáztam. Próbálom visszalassítani. Kicsit szél... Nem, az pont az a szél ellen, az a baj. Jó, ez meg lesz. Ez már meg lesz, ha csak megint nem fordul le. Ez nem tudja ezt megcsinálni. Ennyivel gyorsabb lenne ez a kis hajó.
hogyha nem tudod lekövetni, akkor más lehetőséged nem lévén. Hogy megpróbálja azt az AI szerintem, hogy oda csalogatni engem a parti ütegeknek a tüzébe. Jó, megadta magát. Megcsákjázzuk, hát most nem tudok jobbat. Be kéne lassítani, mert nincs nagy legénység. Jó, elég messzire el tudják egyébként dobni a csákjákat. Bocsánat, hogy így... Jó, köszönöm a visszajelzést. Tehát... miért mondom mindig, hogy tehát? Na, szóval... Elég messzire dobja el a csákjákat az adott hajó. De gondolom ez is függ hajó mérettől. Na, itt. Azt kéne megpróbálnom egyszer, hogy... Hogyha most ezt a hajót én megállítom. Mondjam. Akkor... Csónakkal fel tudok lopózni a... Szóval, hogy túl közel sem mehetek a parthoz, mert... Ja, ha nem vágjátok le, akkor nem fog elmozdulni a hajó. Mert vannak szárazföldi ágyú is. A spanyoloknak, ugye itt a spanyolok ellen megyünk. Amúgy elég sokat kibírnak a kereskedelmi hajók, de azért nem árt óvatosnak lenni. Mondd be a vitorlát, hogy... Minél közelebb kell állni a parthoz. Mondjuk megint hülyeséget csináltam, elég, hogyha csak ideállok. Oda. De miért nem mész teljes vitorlázattal? Baszkit nem. Jó. Jó, Richmond is visszatért a csatába. Megszereztük a galgát is, most már csak a saját... Az a saját? Igen. A saját hajunkat kéne visszaszerezni. A HMS szerezt. Közben megpróbálom a partaszállást mindjárt. Jó. Horgony. De már jó vagy ott. De arra is oda kell figyelni, hogyha hirtelen bevonjátok a vitorlát, addig még azért a hajó mozgásban van. A csónakokat ott hagyjuk, talán nem lövi szét őket. Ne lőjetek rá, baszk. De elbasztam. Legény saját hajómat szét meg akarom gyalázni. Megpróbálok hozzá közelebb férkőzni. Tél ellen természetesen. Ugye itt ez a lényeg, ez a kör. Hogyha minél jobban a zöldbe fordítjátok a hajó orrát, annál gyorsabban fog haladni. És vannak bizonyos helyzetek, ahol nem a teljes szél a kurva életbe. Szálljátok csak partra, öcsét. Hát valamikor gyorsabban lehet haladni úgy. Akarom a saját hajómat szétkülni. Muszáj lesz. Majd amikor az ágyuk... Az mi volt? Mennyi. De már te is menj a nyílt vízre. Ja, nem kell. Ja, és van az a lehetőség, hogyha kiviszitek a hajóitokat a... úgymond a térképről, vagy leviszitek, akkor... akkor megmentitek őket a csatából, visszavonulásnak számít. Na, most talán szélirányba tudok fordulni egy kicsit. Tehát nézzetek meg, most 4 egész... Tehát most fordulásnál 3,5. Vagyis, hogyha nem a teljes vitorlázatot használjátok, hanem csak a felső kettőt, mindjárt felgyorsul a hajó. Tehát még ilyenekre is kell figyelni. Nagyjából. Jó. Vitorlát le. Lehet deployolni. Elég jól rá lehet közelíteni a csatákra ahhoz képest. Milyen maga a játék felépítése. Ugye most már nem az a teljes izometrikus dolog van, mint korábban a Civil War-nál, hanem kicsit azért most komolyabb a grafika. Nem mint hogyha ez bármennyit számított volna. Én nekem a Civil War grafikával is elment volna, de hát ugye most minden játéknál most ez a mérvadó, ugye? Azt most megint belejöttem a hajó, ugye a parti ütegek tüzébe. Csak akkor innen húzzunk el.
Megpróbálom majd még a szerezni, visszaszerezni, a szárazföldön sikerült elérni a célomat. Na, lejöttetek már? Hajrá! És rohadt nehéz, tehát tényleg nehéz a játék. Abszolút. Nem könnyű. Állj meg itt. Nézzük meg, tud lőni rád a tüzelőszín? Nem. Nem szabad magára hagyni az egységeket. Jaj, de jó, hogy ezeket lövi. Szárazföldi csapatokat. Tehát nem jó, de most ez van. Oké. Okay. Mit mondta, kéne valahogy a szerezt visszaszerezni, de... Azt se éri el. Teljesen szarrá lövöm a vitorlázatot, akkor nem marad belőle szar se, de... Jó, az ott megáll. Jó, majd megpróbálom akkor szárazföldiekkel elintézni. Ugye itt megcsinálhatnám még azt, hogy esetleg bizonyos hajókról a matrózokat is partra teszem. Nem tudom mennyire lesz kifizetve. Miért nem szálltok partra? Na végre, bazd. Ugye vannak bugok, mert tényleg kezdetleges a játék maga. Tehát nincs kész. Tényleg abszolút nincs kész. Jó. Na, lövötte vagy mit csinálsz? Nem akarom szétlőni a saját hajót. Basszátok meg, tudod mit? Lőd szét a tatot. Kíváncsi vagyok. Ugye itt még azt próbálom, hogy meg esetleg a Richmonddal. Friendly fire? Jó, most már nem fogom újra kezdeni. Nincs gondol beavatkozni a szárazföldi harcokba. Tetleg. Nem csak bátor. Ja, jó. Tehát akkor a város ott megvan. Vagy hát a falu, vagy mi az? Village. Ja. Ne menj. Ott rohamozd az ágyukat. Nincsen vezéregység, mint a Civil Warban. Ez a legfeltűnőbb. Tehát, látjátok, a galga az így ki is ment a térképről. Azt elvileg visszavonultat. Olyan. Tényleg kéne fordulni. Áj, elbasztam, na mindegy. Nézzétek el nekem, én is ismerkedek a játék, a 15 órán van benne. Nincs vezér, aki morált visszaállítsa. Vannak ilyen hadifoglyok, akikkel megint mi tudunk ugye, úgymond, bánni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szárazföldi csapatok védik az ütegeket dombon, vagy a hegygerincen, vagy minek hívják azt. Az nem messze van. Megpróbálom a fedélzetet lőni. Tűz. Ugye itt ezek a kis pontok az ágyuk. Gondolom erre rájöttetek ti is. A piros azt jelenti, hogy az ágyú az nem tud lőni többet. Szétlőtték. Na, nézzük a fedélzetet lőnöm, akkor milyen hatást érte. Jó, lepatta, átütő, vitorlázott. Egyik se pusztítja a legénységet. Most elkövette azt a hibát, hogy majd rá fog ide fordulni nekem pont. Pont ide rá fog fordulni a kartácsomra, úgyhogy végigveretem megint a fedélzetet vele. Ott az mi az? És akkor meg tudom majd csákjázni. Tudnak szaladjatok. Azt se értem például, hogy a matró... Ez az egység miért nem tud szaladni? Csak a másik kettő. Ki akarja szabadítani az embereket? Milícia fogságba esett. Ugye van olyan hajó, ami szembe is tud lőni, az orrában is vannak ágyi. Visszafoglalta a várost, ez is mocsok. Most lenne jó ám a Richmond. Aha, gyalogság lesz. Be is vannak ásva. Ugye ugyanúgy vannak ilyen védelmi pontok.
vannak ilyen védelmi pontok, amiket meg lehet szállni a gyalogsággal. Szárazföldi egységekkel. Ez nem jön közelebb, mert nem is tud közelebb jönni. Ugye szél ellen van, le is horgon... Nem, most vitorlát bontott. De szembe, széllel szemben nem fog tudni haladni. Megcsákjázzuk a Richmonddal, nem érdeke. Jaj, most csak lehorgonyoztam. Ez egy teljesen szétszórt játszás, de hát ilyen is van. Gyorsan elfoglaljuk az ütegeket. Meg elfoglalta a csónakokat, hogy ne tudjak visszamenni esetleg a hajókra, de hát esélytelen. Nagyon jó manőverezik a szárazföldi egységeivel az AI. Megpróbál mindig kerülni, megpróbál túlerőt alkalmazni, tehát ilyen kis zseb Napóleon az AI igazából. És mit történik? De vannak az AI-nak ugyanolyan szar hülyeségei, mint a Civil War-ban. De most miért erre jössz? Hát mindegy, akkor szétlövöm a saját hajómat. Még van 80 gyalogos, hát nem hiszem el. Ezek meg titánból vannak. Radon's Company. Spanyolok. Erősek. Ott vannak, látjátok, amikor így rákattintok egy egységre. Ha az az egység aktív, akkor megjeleníti ilyen szürke ikonnal az elfoglalható ágyukat. Azokat el tudjátok foglalni. Ó, de jó. Ó, ez de jó. Csákjázz meg. Közben kapom az ívet majd a parti ütektől, de most nem tudok mit csinálni. Zajlik ám az élet. Fronton. Látjátok, ott az ágyuk megjelentek, azt el is lehetne foglalni szépen. Szóval Richmondot feláldoztuk a parti ütegnek, de most már mindegy. Az meg ez a fordulás, mi volt ez? Elnyomod a másik hajót, te! Gyorsan. Ott is van még 80 ember, hát ezt nem hiszem el. Az áldozatokkal nagyon ne törődjetek, mert konkrétan manpower nincsen. Tehát én még nem fedeztem fel. Az kigyulladt. Ne! Foglald el! Jó, már csákjázott. Jó, megcsákjázta, jó. Lőjétek szét rajta az embereket, aztán haladjunk. Hajók már nem kellenek ebbe a csatába. Hát kellenének, de most már basszhatom az egészet. Magyarul megmondva. Nagyon-nagyon sokszor meg kéne állítanom a csatát, de mivel annyira nem akarom elnyújtani a... Hogyan van ez most? Nem. Mi? Ez eleve az én legénységem. Jó. Ja igen, mert kiszabadítottuk a saját legénységünket. Na, hú, basszak, takarodjatok el innen. Eloltják a tüzet, ha nagyon ügyesek vagytok. Ha jól, utána jól manővereztek meg minden, meg jó a legénység, akkor simán eloltják a tüzet. Attól nem kell majd félni, csak az ágyukat most már pusztítsuk le onnan. Bazzag, ezt már nem oltják el. Ezt már nem oltják el. Ez a szana szét. Mind a kettő. Meg ezeknek annyi. Ez a rossz felé is fordultak. Jó, de magában az ágyuk nem lövik őket. Kíváncsi vagyok, hogy eloltják el a tüzet.
Nem. Ezt vajon eloldják. Ugye van egy ilyen gyújtóhajós trükk. Azt akarom most én megcsinálni az amerikai kampányomban, de nem nagyon sikerül, megmondom őszintén. Ugye pont az lett volna az egyik cél, hogy azt a hajót életbe tartani. Tehát ugye defeat lett. Na, szóval látjátok, hogy milyen nehézségű a játék, meg hogy milyen az AI benne. És azt nem tudom... Igen, és itt vége is a játéknak, tehát itt van game over. Azt hiszem... Igen, ennyi. Game over. És nincs lore, nincs. Jó. Hát... Ennyi volt a nagy brit kampányom első... A második próbálkozása, sőt, harmadik, mert ma már kétszer újra kezdtem. Közben, ha nem haragszatok meg, akkor... Írok gyorsan. Úgyhogy mondom, baszottul kemény játék. Eszméletlenül nehéz. Aki nincs felkészülve erre, így erre az egészre. Nem is tudom most. Újra kezdjem. Kezdjük újra. For generations, our family has sailed the seas. Since before my grandfather's time, it has one day. I repaired the Atlantis, but remembering my... In battle, I bravely carried wounded human to the ship we were fought for, but I was... The fleet, they... Our fleet is an... Nyomjuk a médiumot. I've read szerintem many books for... Congratulate... Médiumon simán. Médiumon simán tudom lehozni ezt a csatát, csak mondom azt, hogy... Hát értelmezni kéne azt, hogy mi zajlik éppen a térképen, vagy hát a csatában, mert azért az ilyen játékokhoz kell a tiszta fej. Na most akkor várjatok, most akkor állítsuk meg. Most akkor mi lenne a helyes lépés? Szerintetek? Vagy hogyan kellene ezt az egészet? Mert ez a Richmond, ez egyedül képes leküzdeni egyenként mind a két hajót. Eleve olyan helyzetbe kezd, tehát olyan helyzetbe kezdi a csatát, amivel az lenne, akkor lenne a jó, ha mindkét oldalával egyszerre tudna küzdeni a két ellenséges hajóval. Ugye erre nincsen lehetőség. Hát a hajózáshoz kiért már a vitorlázáshoz, ne őrítsen meg. Hát most már, van még ilyen vitorlás, szerinted? Tehát most ezekhez már senki nem ért. Esetleg ilyen fanatikus történészek, akik az angol flottában vannak, akik ilyen... De most egy mai fejjel egy embert visszaraknál, még a vitorlás hajók korába, amik már az 1800-as évek végén kezdtek kimenni a divatból. Jó, még voltak vitorlái bizonyos csatahajóknak, meg tényleg ilyen árbóc, meg minden, mert azért kellett rá. Ugye, hogy tudjon menni, hogyha esetleg a gépeik megállnak. De az, hogy ezek, de ott már az ágyuk nem ilyenek voltak. De én nem tudok hajózni, hát hogyan? Hát én csak evezni tudok. Szóval eleve én nekem a legkedvesebb hajózási cuccom az a Fall of Samurai-ban van. Amikor már az ágyuk is forgathatóak voltak, meg minden, de ott is kellett manőverezni. Ott az teljesen más manőverezés, mint itt. De itt
Az, hogy hova érkezik meg, én azt értem. Csak az a baj, hogy olyan gyorsan kell, amikor majd lesz 10 hajód, akkor mivel én nem állítom meg a csatát, ezért... Tehát ez teljesen valószerűtlen így irányítani. Mert ugye minden egyes hajónak igazából nekem kéne lenni a kapitányának. De én nem így akarom ezt játszani. Tehát hogyha most szerint, akkor próbáljuk meg azt, hogy bízzuk az AI-ra. Nézzük meg, mit csinál az AI vele. És akkor lehet, abból lehet tanulni. Most kíváncsi leszek, az AI mit kezd ezzel. Itt az alapok, de most érted, van... Az, hogy van egy vitorlás a Balatonon, az azért az ég és föld. Hát az, hogy egy árbócos ilyen kis szar, tőkesúlyos vitorlás, mit csinál a Balatonon, meg esetleg az Adrián, azért az ilyen nagy tengerjáróknál nem igazán játszik. Nézd meg, mit csinál az AI. Tehát nem lő. Nem tud lőni, mert eleve rosszul választotta meg azt, hogy hova megy. Most kezd fordulni, hogy tudjon lőni, de mire elfordul... Na jó van, fasz meg AI. Én azt értem, mert én tudom a vitorlázást, azt magamtól is rájöttem, hogy a teljes vitorlázat az nem azt jelenti, hogy teljes sebességgel megyek. Tehát ennyire hülye én sem vagyok, érted? Csak az, hogy most nézd meg, most mire ez csak ennek a hajónak a manőverezését irányítanám, semmi gond nem lenne. De ugye jönnek be a többi hajók, akikre ugyanúgy abban az adott pillanatban kell figyelni. Hát én ezért nem állítok meg csatát soha, mert így saját magamnak igazából megnehezítem a játékot. De meg fogom tudni oldani, csak gyakorolni kell. Most azt csinálom, hogy csak egy hajóra figyelek. Az a baj, hogy ezzel csak egy hajóra figyeléssel, hogy lehet, hogy nem kéne arra mennem, felrobbantottam valamit. Hogy nem arra kéne mennem, hogy minden áron, szerintem az a probléma egyébként, hogyha belegondolsz. Nem, jó, akkor két árbócos, vagy három, de azért az nem csatahajó. Na mindegy, értem, amit akarsz mondani. Szerintem ugye egyébként alapkoncepcióban is az a probléma az én hozzáállásommal itt, ebben a játékban, hogy mivel telhetetlen vagyok, ezért megpróbálok minden hajót úgymond megszerezni magamnak, és nem elsüllyeztem őket. Ugye én szerintem, látod meg ezt, hogy ez most mi a tökömér jött ilyen gyorsan? Jó, most szerencsére pont orra fordulok az ágyúi felé, tehát kisebb célterületet nyújtok. Hát így, én maga a hadi dolgaival ez az egésszel tisztában vagyok, hogy mi, hogyan, meg miképp, csak egyszerűen levezényelni kurva nehéz. De majd meglátod, hogyha esetleg játszol a játékkal, mert ugye itt annyi minden bejön, az, hogy tudni azt, hogy melyik hajódon milyen ágyuk vannak, milyen felszerelés. Na jó, azt a hajót szerintem kikapcsoltam most. Akkor most forduljunk rá erre. Szerintem szerintem ez így megoldható lesz. Megpróbálom azt, figyelj, megpróbálom azt, hogy bevágok a két hajó közé. Szerintem az működhet, nem? Mert akkor ez automatikusan fogja lőni még azt a hajót. Meg ugye, látod? Meg az a baj, hogy kurva sok időt elbaszok az indokolatlan lövedékváltással. Ezt most megpróbálom azt, hogy ezt itt hagyom állva. Így. Mert szél ellen nem tud most manőverezni. És megpróbálom a vitorlázatokat trommá lőni. Ezt meg teljes vitorlázattal 7-8, mert ugye szél irányba vagyok. Ha leveszem, látod még gyorsul. Nem gyorsult. Nem, most. Ez így jó lehet. Abban folyik be a víz, csak az a baj, nem akarom teljesen szétlőni. Hát de azért van az, érted, hogy te mondjuk értesz a vitorlázási alapokhoz, mert mondjuk jó vitorlás vagy, akkor igazából te egy ilyen hajón, mondjuk teszem azt, lehetnél ilyen fedélzetmester, ugye, aki a matrózokat irányítja,
hogy a vitorlákat hogyan kezeljék. Mert ugye, ha belegondolsz, egy ilyen hajón is, egy ilyen nagyobb csatahajón is nem hiába volt alhadnagy, meg főhadnagy, meg fedélzetmester, meg ilyen... Maga az ágyú fedélzetnek külön parancsnoka volt, érted? Tehát gondolj bele, hogy egy ilyen hajón, hogy mennyi felelős tisztnek kellett lennie. Én nem beszélve a hadapródokról, vagy mik voltak azok a... Minden filmekben láttátok, biztos voltak ezek a tizenéves kis lurkók. Azok is így csapatokat irányítottak a hajón. Szóval itt azért van ez, hogy azért ez... És akkor egy ember felügyelje 5-6 hajónak a manőverezését egy ilyen csatában. Nem beszélve még arról, hogy bejönnek ezek a szárazföldiek. De egyébként szép dolog lehet a vitorlázás. Csak én megmondom őszintén, én a vízben nem vitorlázni szeretek, hanem úszni. Tehát megmondom őszintén, én a hajót nem vagyok nagy hajós. Van itt, én régen kenúztam párszor, meg kajak, de az megint más. Én az evezős részét szerettem ennek mindig. Most én rohadjak meg, ezt megcsákázom azt a hajót, nem érdekel. Hova érkezik, vagy hova nem? Ezzel most elintéztem azt, hogy nem tud mozogni. Ez a Mercedes, ez nem fog majd tudni manőverezni, mert rommá lőttem a vitorlázatát. Gyárbóztörésnek jobban örültem volna, de... Megcsákjál, nem? Ja, ez az. Hol lesz ez? Hoppá, fordul irányba? Kicsi vagyok. Jó, ezt a két hajót most megszereztem. Jó, azt fel is adta. Jaj, látjátok? Azért csak sikerült. Mondjuk meg eleve én tavon fogalmam nincs erről, hogy mi, hát mi itt a Rába mellett lakunk. Mi ugye nekünk ez az egyetlen Magyarország vadvízi folyója, ami nincsen még szabályozva teljes mértékben. Ezen tanultunk meg úszni, meg ezen tanultunk meg kajakkenúzni, meg minden. Szóval, érted, nekünk ez a nagy szerelem. Én egy tavon, egy ilyen lélekvesztőben én halálosan elunnám magamat. Én nekem nem szeretem. Biztos jó lehet, tényleg, nem azt mondom. Ja, nem vágtam le a csákját. Megint süllyedünk. Hát pumpáljatok, baszok. Ne süllyedj, kell nekem az a hajó. De ugye be lehet adni az admiralitásba azt a hajót. Merre forduljak? Most ilyenkor vagyok bajba, látod? Most hova forduljak? Tehát... Ezzel a hajóval most, jelen pillanatban merre kéne fordulnom, hogy ez a Mercedesnek a manőverezését, hogy érted, hogy hogy mondjam szépen? Az a baj, nem tudom tényleg ezt a hajós nyelvet abszolút. Meg süllyed, nem ám elsüllyedsz a matrozokkal együtt, mert agyérgölcsöt kapok. Szóval, a kérdés továbbra is a következő. Ja ne! Mi? Állj meg! Ezek a random félrenyomásaim. Mercedes az hova a picskuba akar menni? Te egyébként te hova mi? Nem is tud elfordulni. Ja, mert csak 20 embert raktam rá, és a vitorlázatot nem tudják megoldani, mi? Mert már nem süllyed. De ilyenkor lenne jó látni, hogy igazából mi zajlik ezen a hajón. A kapitány nincsen. Nincs, aki irányítsa dolgokat. Aha, látom már, hogy... Aha. Hát ezt megint elbasztam, de nem kicsit. Megpróbálunk szél ellen menni. Hajrá! Az a baj, a süllyed, tele van vízzel. Jújj, tényleg te Angliában nyomod, basszus. Ja,
Ja, de én nem szeretem a... Az óceán szeretem... Azok ez mi? Az... Ja, elsüllyedt, jó. Akkor ti szálljátok partra, öcsém. Na, hát azt elbasztam, mert saját magam szétlőttem. Kár volt átrakni rá a legénységet. Most... Most az mit lő? Ugye, befordulunk szél ellen, de akkor meg erre a vitorlára kéne menni, ugye? Ha nem, mert akkor nő. Nem, mert szél ellen minél alacsonyabb vitorlállás kell. Aha. És akkor nem lassul annyira. Mert ilyenkor hogy fordították a hajókat? Evesztek? Vagy mit csináltak, amikor nem volt fenn a vitorla? Aha, szépen vissza. Ó, oh, már lövi, jó van. Jaj, crew, szerez crew. Partra kell szállítani, nem tudok mit csinálni. Na majdnem, még le is ütköztem a saját hajómmal, nem megy ez nekem, basszus. Na de azért te küldjétek az ívet. Állj meg, állj meg! Abba a pillanatban debrői. Állj meg! Állj meg! Figyelj! Tűz! Össze-vissza nyomkodok, az ám a baj. Tiszta páncélkorsz betegség. Tűz! Fordulj! Tűz! Tűz! Ne te bazd meg! Jó, ez se rossz. Most ezt a hajót megpróbálom nem szarrá lőni, de úgyse fog sikerülni. Jó, matrózokat... Ez most így jó? Csak most mind a két hajóm áll, tulajdonképpen. Tehát most pont ha... harchelyzetben vagyok, vagy minek hívják ezt. Így most nem... Hát a szeressz rommá fog lőni, bazd. Várjál, le... Aha. Jó, megint elbasztam. Egy kicsit. Annyira nem, de... Jó, ezzel a szeresszel álljunk meg. Nem érdekel, ráfordulok a ricsmonda. Vagy elsüllyed a szeresz is. Remélem nem akarja felgyújtani. Ne, bassz meg, hát miket nyomkodok? Hát ad ez a baj, hogy összenyomkodok minden szart. Jó, majd a Richmond mindjárt megküldi. Tűz. Jó, oké. Okay. Ó, igen, jó. Az a baj, hogy keresztlövés. Na jó, mindjárt. Richmondra forduljunk. Menjél közelebb most a parthoz. Meg állj meg. Meg akkor arra mennyi. Jó, végülis annyira nem basztam el, mint az előbb. Genova? Magyar szóval a vitorlajó elején is lehet vele szélelne haladni. Ja, az orbitorlát, nem? Az orbitorla. Ez. Amit itt tudtak forgatni az orbitorla. Alsó orbitorla. De én komolyan mondom, én régen sok ilyen flottás könyvet olvastam, csak ugye nem fogott meg. Az azért úgy más, hogy figyeld, ezt most úgy megcsákjázom, beszadj. Nem fogott meg ez az egész vitorlá. Ez a baj, mert hogyha így szeretném a vitorlázásuk, biztos máshogy állnék hozzá. Így meg most csak ezzel a sima stratégiai fejjel gondolkodva majdnem nyűg ezeket a hajókat irányítani. De maga a játék, ugye mivel kombinált hadműveleteket tartalmaz igazából, ezért viszont meg jó. Tehát ez a nagy bajom, hogy én annyira szeretek az ilyen játékokkal foglalkozni, akármennyire nem is értem. Jó, figyelj, te ne lőjél inkább. Állj meg, úgy, ott, horgony, dír. Kész. Te már lehorgonyoztál, partaszállás. Ez akkor, ez ilyen kóp játéknak lenne jó, hogy... Hogy ilyen, hogy mit tudom én, lenne egy szárazföldi parancsnok, lenne multikóp kampány. És akkor egy ember irányítaná hajókat, faszán partra szállnának amikor partra szállítja a gyalogosokat, akkor meg jön a szárazföldi parancsnok és ő irányítja. Na, csákja. Ez most jó lesz, mert a hülye ellen fordul. Ugye? Csákja. Csákjázd meg, baszod. Nem, bele fogsz menni megint a hajó ágyuk szépen. Gyorsíts. Rosszat lövök. Nem, csak. Csákjál már meg.
Állj! Lassíts! Ez az. Ez az, elkaptuk. Akkor... Tudod mit? Erről is leszállítjuk az egységeket. Most mindenki partra száll, nem érdekel. Meg lehet azt csinálni... Meg lehet azt csinálni, hogy... Álljatok le. Hogyha leállítod az ágyukat, akkor a matrózok próbálnak lőni, puskázni. Megpróbál szabadulni, de nem engedem most már. Jó, ez megvan. Kapja az ívet. Már nem mi. Jó, na Richmond takarodj el akkor. Bár, hogyha nem lövik, akkor akár itt is hagyhatnám. De meg menjél ki a térképről. Jó. Na, tehát mit mondtam? Mit kezdtem el? Ja, hogy meg lehet azt csinálni. Az a, megint az a bajom, hogy... Na jó, megpróbálunk partra szállni. Hogy... hogyha van két egység, akkor össze lehet őket vonni. Akkor egy nagyobb ütőerőt képviselő alakulatot kapsz a szárazföldön. De ugye, akkor, akkor ugye a mozgásteret kisebb lesz. Miért nem akartok partra szállni? Megném mutatok, vagy mi? Basz meg, lövik őket az ágyukat, ezt nem hiszem el. Richmond meg nem ér el odáig. De jó van. Ja, ti is menjetek, öcsém. Tehát ez a kombinált hadműveleteket irányítani, ez nekem ez, amiért szeretem az ilyen játékokat, csak kurva nehéz. Mert a hajós rész az ugye a szenvedély. Egyébként az amerikai kampányomban, ha hiszed, ha nem, elég sok csatát megoldottam. Így hajócsaták. De ez ahogy kezdődik, ez... És akkor mondom, az amerikai kampányban ott most pont egy olyan csatánál vagyok, hogy hatalmas angol sorhajót kéne megsemmisíteni egy tengeri csatába. Megmondom őszintén, eddig már csak az az egyetlen mencsváron van, amit most láttam, hogy csinálok egy gyújtóhajót, és neki manőverezem a gyújtóhajót a tengeren, vagy az óceánon, mert azt hiszem az nyílt vízi ütközet, tehát nincsenek, semmi partszakasz, meg ilyenek nincsenek, és azt fogom csinálni, hogy gyújtóhajóval fogom tényleg szétbombázni. Mert már nem látok más. Na, itt lehet megcsinálni azt, hogy összevonod a matróz egységet. Azok megindulnak egymás felé, szépen lesz belőlük egy 66 fős egység. És igazából már azon gondolkodok, hogy a Richmond legénységét is le kéne vinnem a part, vagy a partra kitenni. Egyelőre még azzal várok. Látjátok, most így mindjárt összeolvadnak elvileg. Basztak összeolvadni. Miért nem olvadtak össze? Most nyugtam rában. Elnyomtam volna, de most olvadtak össze, jó. Kicsit nehézkes az AI ilyen szempontból tényleg, hogy fasz a mechanizmusok egy kicsit ilyen nyögvenyelősen mennek. És mit tudok csinálni, de? Megpróbálom azt, hogy bennmaradok itt a parti sávba, már úgy értem, hogy az erdőbe, hogy az ágyuk ne tudjanak onnan fölülről lőni. Nagyon filózok azon, hogy a Richmondot, a Richmondot is partra szállítjuk. Ja, az lesz. Ugye ez a jó, hogy igazából a teljes hajó legénységét is partra tudjátok rakni. Tehát bármikor, mint szárazföldi... Ne! Mint szárazföldi egység tud működni a későbbiekben. Ugye ezzel az a rizikófaktor, hogy ugye ilyenkor ez a hajó, miért mozdultál meg, megint elnyomtam mi? Tehát ez a hajó ilyenkor tulajdonképpen csak az alapmanőverezésre képes, és nagyon lassú rajta minden. Tehát ugye azért gyulladtak fel ott is, mert ugye egyre fogyott a legénység, egyszerre volt tűz, egyszerre volt víz, fel is gyújt a másik hajó melléért, és felgyújtotta. Szóval ezekre mind oda kell figyelni, és ez sok.
Nem tudom lő... Ja, értem, hát ja, igazából tudja, lő igazából, majd hogyha minden munkát elvégeznek, akkor elkezd lőni. Ugye ilyenkor ki is tudod jelölni, hogy... Ugye itt nincs az a vonal, mint a szárazföldi ágyuknál, hanem... Ráteszed a gyalogságra és mindjárt... Elvileg kell, hogy lője őket. Lehet, hogy kimennek a hatóköreiből. És miért nem lövi őket akkor? Tudom, ha az előbb lőtt volna, úgy vettem észre. Most tölt, látod mennyivel lassabban tölti be az ágyukat? Még mindig van egy ágyú, ami hiányzik. És most kéne kezdeni lőni. Csak már nincsenek benne a hatókörébe. Meg eleve hogy viszed közelebb? Tehát nekem az lenne jó, ha most... Így oldalazva menne a part felé a Richmond. De nem tudom megcsinálni. Vagy nem tudom hogyan kell, úgy tudjak a part felé közeledni, hogy az jó legyen. Mert ugye ott még van fönn 40 hajóágy, vagy parti üteg. 40 fős parti üteg, ami az hány ágyú? 2? 3? Az a szerencsé, hogy a gyalogságot lövik. Tehát hogyha most közelebb vinném a Richmondot, lehet, hogy az a gyalogság, az hirtelen elkezdene engem lőni. Engem? A Richmondot. Úgy értem. Itt valahol voltak ágyuk. Ezzel a 40 matrózzal megszállom az ágyukat. Legyen ágyunk. Ó, hát ti. Ugye itt megint az, hogy van rejtő, és ilyen magas növényzet. Ugyanúgy lehet skirmishereket, tehát előcsatározókat leválasztani az adott egységből. Tehát ugye ilyen 200 fős milíciákból, meg... Lő az, nem lőtt? Kicsit elfordítom így. Várjál? Hát ja. Tehát ilyen 200 fős milicistákból előcsatározókat csak felderítés miatt érdemes leválasztani. Nincsen akkora értékük itt az előcsatározóknak, mint a Civil Warban, tehát önálló harci egységként nem állják meg a helyüket. Most látom, hogy az Imperial, vagy Imperial, az Imperátor Rómhoz jön valami kiegészítés, vagy hát ilyen dev. Azt a játék, azt igen sajnálom, hogy ezt így elengedte a Paradox. Egyáltalán azt se értem, hogy mi a faszért adta ki, úgyhogy nem volt kész a játék. Ez most az új trend, komolyan mondom. Ja, Mercedes az jó helyen van. Állj is meg, majd kivissza az Zai. Ja. Csak most a Steam feldobta az Imperátor Rómot. Azt a játékot én igen sajnálom. Ezt úgy vártuk azt a játékot, és az a baj, hogy a magyarítás is azért állt meg. Ugye ott volt az a fiaskó, ugye a Paradox azt gondolta, hogy az Imperátor magyarítói, meg a Hoi 4 magyarítói, azok ilyen hatalmas pénzekkel meglopják őket, valami feljelentés alapján, meg ilyenek. Én azt hittem, magyar görcsöt kapok akkor egyébként, de már nem tudok erre mit mondani. És ezek, ti mit csináltok amúgy? Bulkelej? Na, meglőd őket? Őt. Az a baj, hogy nem hagytam legénységet ugye a Richmondon. Hát ez a 32 ember kell megoldjon minden feladatot. Ugye ez körülbelül úgy néz ki, mint mondjuk a War Thunderben, vagy hasonló játékokban, amikor kilövik az ötfős személyzetből, kilőnek kettőt, és akkor hirtelen ugye az a három próbálja megoldani a fennmaradó dolgokat, és ugye minden lelassul. Az ágy. Ne lőjél, baszod! Fölfele, dombon fölfele! Ó, te Isten farma. Na jó van, ne játszatok már velük, basszus. Jó, ez mondjuk most elég sikeresen lett abszolválva ez ütközet, de még nem akarok előre inni a medve bőrére, mert a gyalogsági rész is kurva nehéz. Szerintem sokkal nehezebb, mint a Civil War. De eleve mások a léptékek, más a... Amúgy a mechanika az hasonlít. Azt az
Vágy, tüntessétek már onnan, bazdmeg. Na, itt mi történik, amúgy? Ja, most, hogy elkezdtetek jó, tudod mi? Akkor állj meg, szépen állj meg. Válasz le a skirmishert, 20 darab, az lópikula, de talán elég lesz. Még egyszer rájuk megyünk. Ugye, amint félre nézel, már olyan dolgok történhetnek a csatában, amik alapvetően változtathatják meg a csatát. Na jó. Hogy lehet visszavinni? Ja, nem lehet. Jó, akkor menjünk vissza a faluba. Ó, te Mária! Ez mi az? Raksebteled, jó. A rohamok a hasonló elven működnek, mint a Civil War. Csak jobban oda kell figyelni. Mert nekifutottam én olyan, az amerikai miliciákkal nekifutottam olyan brit gránátos egységnek, hogy azt se tudták hova menjenek. Úgy verte szét 80 gránátos a 200 militistát, hogy mire kettőt pislogtam, arra nem volt egység. Szóval, de nem mindegy. Ugye ilyenkor a hajók inaktívak, tehát amint megoldod a tengeri részét, lehetne azt, amit ugye javasoltál, hogy menjek rá ugye a hajókkal, manőverezzek olyan, hogy tudják támogatni a szárazföldi egységek harcát, csak ugye amíg nincs kiiktatva a teljes parti üteg, addig az hatalmas rizikó. Matrózokat, hogyha elveszted, és később mondjuk megjelenik egy spanyol hajó erősítésként, akkor ugye már eleve annyival kevesebb legénységet tud felvinni a hajóra, úgyhogy az már még lassabb lesz, lassabban töltenek majd az ágyuk, meg minden. Visszamentek itt a faluval, hát baszott visszamenni. Figyelj, még mindig ez a 20 ember terrorizálja itt ezt a kis egységet. Most már elegem van ám belőletek. Ugye ezek előcsatározók, tehát ezek mindig visszavonulnak. Nehéz őket elkapni. Ugye lovasság nincs a játékban. Legalábbis én nem láttam. Tehát lehet, hogy később majd kapunk ilyen fix... Na, hirtelen akartam mondani. Tehát ilyen előre beállított csatáknál, ahol ugye kapjuk az auxiliárisainkat. Egy páncerkorpszosan mondva. Ugye a kisegítő egységeket. Jó, igazából meg vagyunk. Hát most az a 160 ember, hogy az milyen felkészültségű a ütegnek a legénysége gyalogsági harcba, ez megint olyan, hogy ilyen lutri igazából, hogy az ágyukat elfog... Mondjuk az ágyukat jó elfoglalni, mert ugye azok megmaradnak, és akkor később el tudod őket adni, vagy lehet saját tüzérséged, amiket, nem tudom, az ágyukat még nem próbáltam hajóra felrakni, de erről nem tudok még nyilatkozni, de majd meg fogom próbálni. Nézzétek meg, az a 20 előcsatározó halálba terrorizál egy 100 fős, mi ez? Egy 100 fős, mi ez? Jó, mondjuk elég szar puskájuk van, meg minden. Sima gyalogságot. Jó, ez itt megvan. Jó, az a szerencsénk, hogy azért képzettek a gyalogosaink. Hol van az a... Melyik volt az? Nem tudja elfoglalni az ágyukat, mert kevés az ember. Mi nekünk kellene ezt az ágyuk. Azt nem tudom, hogyha piros a tetejük, akkor azt én elfoglaltam. Ja, nem, basszus, hát ezek a hadifoglyok. Jó, tehát a partütöket nem tudom elkapni. Jó, felgyorsítjuk. Lássátok a lényeget is a játékból, mert eddig csak az én balfasságaimat láttátok, hogy próbálom. De tényleg, ma játszottam másodszor a brit kampánnyal, és amikor megjelenés napján elkezdtem a brit kampányt, akkor ezt a csatát egyszer próbáltam megcsinálni, de
akkor nem csináltam ilyen rosszul, mint ma. Úgyhogy ez a két hajó felgyújtásos jelenet, az igen tetszett. Na nézzük itt mikor. Na, végre megfutottak, basszus, hát egy sortűz kellett nekik. Jó. Igazából megvagyunk, már csak várni kell, hogy leteljen az idő. Most tehát le, kész. És ugye folytathatod a csatát, majdnem minden csatát lehet folytatni. Nem tudom, hogy meddig, mert ugye itt látjátok, hogy itt van a napközbeni időszámítás, vagyis óra. Tehát tulajdonképpen február 25-e 10 óra van. Na most lehet, hogy még az a probléma egyébként egy év iránt, hogy túl gyorsan próbálom ezeket a tengeri ütközeteket levezényelni, mert itt lehet, hogy időt kéne hagyni a tervezésnek, a manőverezésnek, nyugodtabban kéne megfigyelni az ellenséget, hogy hogyan mozog, mit csinál, és amikor a nyugodtan le van vezényelve a tengeri ütközet, az a Richmond meg magától elment odáig, mert a vitorlázat fel volt hagyva. Tehát ennyi, ilyenekre kell figyelni. Tehát ha a vitorlázatot nem csökkented le, vagy nem húzod fel, vagy le, vagy be, nem vonod be a vitorlát, csak kinyögtem. Ha nem vonod be a vitorlákat, akkor a szél automatikusan a fizika törvényei alapján, meg a hullámzás alapján elmozdítja a hajót, és már nem ott fogod találni, ahol ott hagytad. Tehát nagyon fontos, hogy lehorgonyozzál a hajókkal. És hogy ez a csatát meddig lehetne folytatni, ezt én nem tudom. Tehát itt igazából lehet menni az ellenség teljes megsemmisítésére, de én megmondom őszintén, a Civil War-ban is nagyon ritkán folyamodtam ehhez, hogy tovább folytattam a csatát, mint amikor elértem a győzelmi célt. Na most! A Civil War-hoz hasonlóan ugyanúgy megkapjuk ezt a szárnyat. És milyen hülyeség? Mi nekünk voltak spanyol egységeink is, nem is vettem észre. Na! Ugyanúgy megkapjuk a kiértékelő képernyőt. Látunk szinte mindent. Azt nem értem, hogy hol a Richmond. Vagy várj. Vász? Ezeket támad. Jó. Status heavy. Biztos. Ja, hogy ezek megsemmisültek, hogy mekkora a galga elsüllyed. Én erről lemaradtam, baszott. Hol süllyed? Na jó, most meg elnyomtam. Szóval, látjátok? Kapásból a szárazföldi ütközet alatt elsüllyedt egy hajó. Én az igazság, hogy már nem is emlékszem, hogy az a mi történt. Majd visszanézem a streamet azért, meg fogom nézni, hogy most azt én elfoglaltam, vagy nem. Na, és itt jön a játéknak a veleje, ami az angoloknál egy kicsit másképp néz ki, mint az amerikaiaknál. Hát az a lényeg, hogy megkapjuk ezt a úgymond körökre osztott kampánytérképet. Ahol itt most valamelyik partvidéket kapjuk, a Honduras, ez a hondurasi öböl. Ez akkor Közép-Amerika akar lenni, és itt megyünk át a Karib-tenger, Santa Fe, Trinidad és Tobago, gondolom, Santa Cruz, ez Nicaragua, tehát ez a ugye, dél és Észak-Amerikát összekötő föld nyelv akar lenni. Most így hirtelen nincsenek előttem a földrajzi kifejezések, de ugye ez körülbelül az a terület. Minden szigetet betudunk a Guyana, ja, ezek a Guyana. Akkor várjátok, akkor ez... A francia tudja már, hogy ez hogyan van, de hát itt megyünk le Dél-Amerikába, nem? Itt. Ja, biztos. Na, szóval, bemutatom a játékot, hogy milyen, meg hogyan, aztán úgyis lassan szerintem én megyek. Jaj. Oké, na, tehát itt van ez a Mercedes, amit elfoglaltunk. Igaz? Ja.
Na, nincs kapitány. Jó, majd lesz. Itt eldönthetjük, hogy mit kezdünk az elfoglalt hajókkal. Na, tehát nekem eleve gondotok... Na, várjátok, hogy a Mercedes az nem a mi... Az a mi hajónk volt. Tehát a Richmond az, az nem is a mi flottánkba tartozó hajó, hanem azt az admiralitás adta nekünk abba a csatába, ugye, hogy rendelkezzünk vele, de utána visszaveszik. Jó, ezt is most már rájöttem. Tehát a Mercedes-t elfoglaltuk, ami jó, mert ez egy 28 ágyus hajó. Itt látjátok, hogy föl lehet szerelni különböző típusú ágyukkal minden hajót. De el kell döntenünk, hogy eladjuk az admiralitásnak, vagy megvesszük. Ha az admiralitásnak adjuk, akkor úgy emlékszem, hogy később visszavásárolhatjuk, de nem biztos. Vagyis igényelhetjük az admiralitástól újra ezt a hajót, erre még nem, ezt még nem figyeltem meg, majd erre külön ki fogok térni egy másik videóban. Vagy ugye átvesszük a hajót, amit mi meg fogunk tenni, mert nekünk kell a flottába egy ilyen nagyobb hajó. Amikor átvettük, akkor kapásban meg is kell javítani. Az a szerencse, hogy az eladást, vagy hát az admiralitásnak való küldést, meg az, hogy megvesszük, azt nem az anyagi tőkénkből vonja le a játék, hanem a repunkból, ugye? És utána kell megjavítanunk. Annyi, hogy rányomsz, és akkor aktívá válik maga a hajónak a nézete. A hajó nézetén ugye értelemszerűen el tudod dönteni azt, hogy milyen ágyukkal szereled föl a hajót. Minden ágyúnak ugye különböző értékei vannak, szerintem ezek az alap 6 fontos meg 4 fontos ágyuk ezek. 4 fontosra én eleve nem is próbálkoznék. Egyik hajómra se raktam eddig. És az, hogy mi a különbség, mennyi a különbség az Armstrong meg a Borgárc ágyuk között, én megmondom őszintén, hogy ezt se tudom így hirtelen. Például az a célkereszt akar lenni, gondolom, a pontosság érték. Ha jól értelmezem. Tehát akkor ez az ágyú. Ez 950 yard. Ez csak 700 yardra visz. De pontosabb. És ott van, hogy még az is ott van, hogy mekkora az átütő ereje. Ugye a grafikonra lebontva. Úristen, elmebeteg egy játék. Nagy vereségekről maradtál le, József. Meg a hajógyújtást még láttad? Hogy gyújtották fel mind a két hajómat? Na mindegy. Ja, szóval... Igen, itt tudjátok kiválasztani. Na, innen kattintsunk-e? Hát, hogyha nem kattintasz vissza, akkor hogy kattintasz le lóla? Ez is hülye. Mit csinálsz? Ja, de visszakerül az armoriba, tehát innen ugye ingyen vissza tudod rakni. Jó. Hogy lehet? Ezt sem. Miért nem csinálták meg normálisan? Nem értem. Mert ha esket nyomsz, akkor nem történik semmi. Tehát itt vannak, én szerintem itt funkcionális dolgok hiányoznak még a játékból, ugye ami kezelőfelületet érinti. Tehát itt elvárnám azért, hogy legyen egy gomb, amivel, hogyha megnyomom, hogyha vagy félre kattintok, akkor innen kilépjen ebből a nézetből. Mert jelenleg ugye, akkor majd nézz vissza a streamet, majd felkerül valamikor este felé. Úgyis kíváncsi vagyok, hogy ez a játék 1080-ban ennyire esik szét, így az OBS alatt, meg live alatt. Na már az asszony írogat, de jó lesz. Jó. Ja, igen, és akkor itt jön az a rész, amiről beszéltem. Jó, az ágyuk az tiszta. Hát igazából ugyanúgy, mint a Civil War-ban vannak lehetőségeink ugye arra, hogy vegyünk a úgymond a boltból, a shopból. Tehát ugye közvetlenül a gyártótól idézőjelben ágyukat. De látjátok, hogy egy ágyú 115 volt. Nem tudom, milyen pénzegységről beszéltünk itt. De ugye ezek már 9 fontosak. Van ebből is Borgárc és Armstrong. Érdekes megnézni, hogy a Borgárc féle ágyuk
azok 135-be kerülnek. 18 darab. Ugye ez az, ami kisebb a hatótáv. De itt már 800 yard, tehát ez már tovább fejlesztett, mert ugye 9 fontos. A 110 másodperc újra tölteni, ami kurva hosszú idő amúgy. És ugye van itt, ami 1050-ig, és ugyanúgy 110 másodperc, és még a damage értéke is szerintem nagyobb. Nem értem, hogy melyik határozza meg a damage-t. Az a 2,6 lenne? Vagy a 3,35? Vagy az csak a célzás? Tehát ilyen alapvető... Vannak a játéknak ilyen... Gyújtó, hát úgy képzeld el, hogy azt hiszem úgy történt ez az egész tűzeset, hogy ott a parti ütegnek a hatókörébe tevékenykedtem, és elfoglaltam az ellenséges hajót, ami közben meggyulladt, és átküldtem rá a saját legénységemet, de közben meggyújtotta ez a hajó, ami égett, ez meggyújtotta az én nagy hajómat is, és mind a kettő szarrá égett. De igazából az egy epic fail élmény volt, ha szabad így mondanom. Jó. És kettőféle parancsnok van. Az első parancsnok, vagy tiszt, például ez nem tudom mit jelent, ez a midshipman. Ez a sub-lieutenant, ezt még nagyjából értem. Ez az alhadnagy akar lenni, gondolom. A midshipman az a magasabb rang. Itt a hajózásban, vagy ez hogy működik? Mert én ezt se értem. Majd utána kéne nézni. Szóval, ez az első fickó, erre se jöttem még rá, hogy ez miért felel, de az ő, neki három érték számít. Az intelligence, subordinate. Jó, az nem tudom mi. Tehát ügyesség, tehát minek neki ügyesség, én ezt se értem. Complex task. Tehát itt, aha. Tehát itt a maga a vitorlázási képességhez kell ez a dexterity. Igen, igaz? Jól értelmezem? És akkor van még ez a willpower, ez meg az, hogy mennyire motiválja a legénységet. Ez a morálra hat. Tehát minél magasabb ez az érték, annál motiváltabb a legénység, gondolom annál gyorsabban dolgoznak, meg annál kevésbé hagyják abba a munkát, hogyha mondjuk lövik őket mind a szart. Ja, szóval ez ilyen. És nagyon nehéz olyan tisztet találni, aki kiegyensúlyozott lenne, mert nézzétek meg, hogy itt is milyen eltolódások vannak. Tehát akinek 62-es ez az intelligence, annak csak 21-es ez a másik két érték. Viszont akinek 34-es az intelligence, annak csak 25 a második és 42. Akkor megint jön a... De érdekes módon, ha megnézitek, mindig a jobb átlag számít például itt a felfogadásba. Tehát itt látjátok, hogy ez a midshipman, ez eleve csak 311-10, még ez a Billy Domarescu, nem tudom, hogy kéne ezt mondani, meg a Spencer Staples, ez 563, meg 588, még ez a olyan nevek vannak, ez tipikus ez az angol, tényleg ez a birodalmi korszakban ezek az elmebeteg elnevezések az angoloknál, ilyen vezeték meg keresztnevek, halálos. És ez csak 311 pénz. Na, hát akkor először nyomjuk ezzel a Domascu-val, ez lehet spanyol, nem? Na mindegy, lényegtelen. A második tiszt, kutya legyek. Ja, itt azt akarja szimbolizálni, hogy nincsen crew, tehát nincs legénység, akire hatni tudna. Ez a második tiszt, ez adja az erőt, ez fontos a csákjázásnál, meg ilyenek, perception, az ágyúzásnál nagyon fontos, és az endurance, értelemszerű, a stamina, ugye mondom, hogy ez szimbolizálná azt, hogy meddig bírják a csatában. Stamina skill, igazából, tehát ez azt határozza, meddig bírják a matrózok. Most itt is nézzétek meg, hogy akinek 56-os ez a board értéke, tehát az erő, az a közelharc, meg a tényleg a harcos érték,
az sokkal olcsóbbba kerül, mint akinek ilyen, van egy stabil 35-ös átlaga. Igazából. Hát mindig a, itt mindig ez megint a dilemma, hogy melyiket választod. Mert szárazföldön biztos, hogy ez az 56-os értékű midship, mert hogyha véletlenül partra szállnak ezek a matrózok, vagy többet akarsz, több hajót akarsz foglalni, akkor biztos, hogy vele jársz jobban. Mert ugye nagyobb a képessége. Na, következő. Ezt nagyjából megbeszéltük. Már nem nyújtom hosszúra a streamet, mert lassan nekem is indulnom kell. Ez már 3 óra. De viszont majdnem egész héten tudok majd streamelni. Úgyhogy majdnem minden nap, lehet, hogy majd 2-kor fogom kezdeni, hogy aki esetleg délelőttes volt még a végére, az is be tudjon esni meg. Mert este most nem tudok streamelni sajnos, későbbi órákban. Jó, tehát itt jön magának, a két parancsnoknak, meg a hajónak a legénység része. Ez majdnem ugyanúgy működik, mint az Ultimate Generalban, hogy ugye van 3 érték, van, ami egy hajónál fontos, és van a legénység, akiknek van 3 érték, ami fontos a hajóknál, na így már szebben mondtam. Tehát van a minimum érték. Ez kell ahhoz, hogy ez a hajó, ez tudjon működni, magyarul megmondva. Van az optimális, ami már azt eredményezi, hogy ez a hajó teljes hatásokkal tud működni a tengeren, vagy az óceánon, vagy a csatában, vagy ilyenek. Ugye van a max, ami a max terhelhetőség a hajónak, de látjátok, hogy ugye a crew, tehát maga a legénységi érték is befolyásolja értelemszerűen a szállított súly mennyiségét a hajónak, és ugye abból van egy maximális érték. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Én általában az optimum fölé szoktam egy kicsit rakni. De ugye látjátok, hogy ez még mind nem elég, mert nincs elég fegyver. És akkor be kell menni a fegyverválasztóba és megnézni, hogy milyen fegyvereink vannak tulajdonképpen. És itt látjuk, hogy most jelenleg ez a Spanish M1717-es modellű... mi ez? Flintlock? Ez kovács puska. Tehát ez még nem is muskéta, akkor nem? A flintlock az a kovács puska. Vagy összekeverem? Mert ugye ezek a muskéták. Ez már lehet látni, hogy ez már egy kicsit komolyabb eszköz. Vagy nem? Nem. Miért nem tudják számszerűsíteni ezt az értéket? Jó, mondjuk mindig én szoktam mondani, hogy a statisztikával nem kell foglalkozni. Meg ilyenek, mert annyi, hogy ebből a muskétából az angoloknak annyi van, mint a szemét. De ilyen van az amerikaiaknál is, csak máshogy hívják. Na mindegy. És akkor itt jön be, majd erre még visszatérünk erre a képernyőre, mert nem értitek majd így az összefüggést a két dolog között. Majd egyelőre adjunk nekik ilyen C-service-eket, amin van szurony. 4500 pénz, az kurva sok egyébként, de most már mindegy. De nem is értem, hogy... Hogyha reserve-ra állítom, akkor van különbség. Akkor is 4450, de hát van az armoriba. Nem értem. Jó. Lehet, hogy azért, mert eleve ennyibe kerül. Jó. És akkor kész a hajó. Na most kész a hajó. Bevetheted a csatába, de itt még van két fül. Vagy két ablak. Ahol, amit mondtam, hogy itt lehet hozzáadni bizonyos fejlesztéseket a hajókhoz. Na most a stream elején majd, hogyha visszanézitek, vagy aki itt volt, az hallotta, hogy mondtam, hogy miért fülöttem be az amerikai kampányba. Itt most például nincs is olyan kiegészítő tudsz, amivel ilyen lángoló hajóvá tudnám varázsolni a hajót. Tehát ilyen robbanó hajóvá igazából. Ezt a hajót, ezt lehet, hogy el kellett volna adni. Na mindegy. Neki van. Neki sincs. Ja, igen, azért nincs, mert mindjárt jön a következő rész. Egyébként itt meg van egy ilyen összesítés, hogy éppen az admiralitástól milyen hajókat tudunk beszerezni, kurva drágán. Meg látjátok, hogy ilyen kereskedelmi hajók is vannak ugyanúgy, ugye csapatszállításra, meg ugyanúgy vannak harcértékkel bíró, tehát tengeri harcérték, vagy vízi csatára alkalmas hajók. Amiket be tudunk szerezni, illetve
el is tudjuk adni a meglévő hajóinkat. Ez is egy érdekes, és itt külön végig tudunk menni, ugyanúgy vannak rendelkezésre álló tisztek, azok gyalogsági tisztek, ha jól értelmezem, a piros kabátosok, a kék kabátosok ugye meg értelemszerűen a tengerészeti tisztek. Ugyanúgy van, lesz majd tartalékunk, ugye amikor megsérül valaki, bekerül a tartalékba, és amikor fel nem gyógyul, addig ott lesz, akkor majd onnan érhetjük el. Nagyjából ennyi. Ugyanúgy van ugye az armory, az arzenál, a fegyverraktár, a fegyverkészlet. Ez ugye nem mindegy, hogy honnan töltünk fel egy egységet, mondjuk a megvásároljuk neki az adott felszerelést, vagy a saját raktárainkból utaljuk ki. Tehát ugye akkor értem szerint annyival kevesebbbe kerül majd a felszerelése egy ilyen egységnek. Aztán ugye itt ugyanúgy láthatjuk, hogy van, na itt vannak azok az ágyuk, amiket zsákmányoltunk, ugye az a 2-4 fontos ágyú, és ugye minden fegyverzet, minden fajta féle fegyverzetet itt érünk el. És látjuk, hogy tudnánk venni 29 mozsarat, 8 incsest. Ez igazából így kiismerítettem. Na, viszont nézzük még meg ezt a részét. Ezekre majd mind még részletesebben visszatérek holnap. Már holnap nem biztos, hogy Age of Sail lesz. Bár lehet, hogy holnap még igen. De szerdán már tuti nem, mert be akarok mutatni egy... Kaptam egy felkérést egy indie fejlesztőtől, hogy mutassak be neki játékot. Majd ott az lesz inkább. Jó, tehát itt van az a panel, ami az előző részben is volt. Amikor a csaták után kapunk bizonyos pontokat, amiket eloszthatunk úgymond a képességeink között, idézőjelbe képességeink között, tehát megvan ez a fejlődési rendszer, meg a kitüntetéseket ugyanúgy meg fogjuk majd kapni. Viktória királynő, meg mit tudom én, micsoda nagy kereszteket, meg a... Ez majdnem egy német kitüntetésnek a mintája, de csak mondtam valamit. A német nagy kereszt, nem? Vagy melyik volt? Hasonló. Nem biztos, lehet, hogy hülyeséget mondtam most. Jó, szóval itt láthatjuk, hogy van a külön szárazföldi csatákra vonatkozó képességfa, meg van a tengeri csatákra vonatkozó úgymond képzettségfa. Ezt képességnek nem mondanám. És akkor megint ebből a három karrierpontból tudunk ide osztani pontokat. Értelemszerűen mindegyik pozitív módosítókat fog adni. Negatív módosítót én nem láttam. Már úgy negatívat, hogy ami negatívként hatna igazából. Itt, sőt, van olyan már külön, hogy szerencse tengeri csatában. Ez ott számít igazán majd, amit meg fogok mutatni később, hogy ezeket a mellékküldetéseket, amirehez ki lehet rendelni a hajókat, hogy ott mennyi pénzt tudsz bezsebelni. Ez a szerencse faktor, ez igazából ott lesz érdekes. Meg hogy mekkora veszteségeket szenvedsz el. Igen, a tisztjeit, hogy mennyi eséllyel halnak. Hát itt majd mindenki eldönti, hogy mit akar. Officer training... tiszt költségei, hogyha fel... Vagy hát, hogyha veszel tiszteket, veszel, megbízol. Assortment. Ja, és van valami olyasmi... Van valami olyasmi, hogy minden tiszt... Egy bizonyos összegért szolgál, azt hiszem. Tehát igazából körönként levonja tőled azt az összeget. Ugye meglátjuk, hogy igazam van-e. Igen, ott van a fenntartási költségek. Tehát mindennek van, most már van rendesen fenntartási költség. Ha jól látom. Lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de... Sok minden szerintem kezelő felületileg nem egyértelmű a játékban. Már nem úgy sok minden, hanem vannak bizonyos részek. Ja, lehet, hogy az aranykereszt, nem tudom pontosan. Jó, akkor ezt megnéztük, elosztom a pontokat. Ugye itt érdemes megnézni kapásból azt, hogy mi lesz a következő csata. Na most ez egy tengeri ütközetnek néz ki, ahol van egy kis sziget. Érdemes elolvasni, hogy mi a tökömet kell csinálni.
el kell fogni egy utánpótlás szállító hajót, ahogy nézem. De akkor értelemszerűen itt nem fogsz adni a szárazföldi csapatokra, hanem arra fogsz adni, hogy a hajóid jobban menjenek. Ugye, ez a damage control, ez a csaták utáni javítás 25%. Ja, hogy amikor kilősz csatából, plusz 5%-kal jobb állapotban lesz a hajód, mint amúgy. Gondolom én. Upgrade cost. És ez meg a repair cost, erre adtam az elején. Tehát én erre szoktam mindig adni. Itt szerintem rámegyünk erre. Most akkor rámegyünk így. És megnézem így, hát ha jó lesz. Jó, tehát elosztottuk a pontokat, minden van, repunk, van pénzünk. Majd még a hajókra visszatérünk. És akkor itt jön be az a dolog, amit mondtam, hogy itt van, lehet vásárolni fejlesztéseket, amik értelemszerűen úgy működnek, hogy minél több fejlesztést vásárolsz meg itt, úgy nyílik meg ez a lehet, ez a fa, vagy hát ez a tábla. És ugye itt is ötnek meg kell lenni, hogy megnyíljon ez a tábla. És akkor ezt itt tovább tudod vinni szépen sorba. Most itt láthatjuk, hogy vannak különböző dolgok, ilyen Marine Tactics, meg ilyesmi, és például Supply vagont lehet ugye behozni a szárazföldhöz, szárazföldi csapatokhoz. Az amerikaiaknál ez a tábla, ez teljesen ki van töltve, ha jól emlékszem, majdnem így néz ki mindez. De az angoloknál ugye eleve erősebb hadsereggel a hátunk mögött, itt kevesebb dolog van, és ugye van itt a kelet-indiai társaságnak a támogatását lehet kérni. Ez például a francia tudja, mi gondolom, ami ágyukat kapunk. Igen, karonéceket lehet igényelni. Aztán bajonetteket, ezt most nem értem, mert már van bajonettes puskánk, vagy lehet, hogy csak fejleszti a bajonetteket. Mounting spike bajonet for firearms. Tehát, mert lehet, hogy most olyan bajonettünk van, ami bele kell tűzni a puska csőbe, nem hiszem. Legalábbis nem úgy néztek ki. Aztán lehet fejleszteni a csákját, meg a közelharci fegyverzetet, lehet kérni olyan ágyú töltetet, amiben dupla golyó van, tehát jobban rombol. Ez nem az eredeti ágyú golyónkat, vagy az eredeti töltetünket fogja átállítani, hanem pluszba kapjuk meg a hajón ezt a választási lehetőséget, olyan átlag 140-150 ilyen töltet lesz a hajón, hogyha ezt választjuk. Ugyanúgy van dupla, rosszul fogalmaztam az előbb, ez dupla magos, tehát dupla golyós, ez meg a dupla töltet. A dupla töltet értelemszerűen nagyobb hatótávot jelent, ugyanazzal a sebzéssel, mint az alap dolgunk. Aztán, sewing machine, sejem szövésű vitorla. Ugye, szilk sejem, igaz? Azt hiszem. Tehát akkor értelemszerűen strapabíró lesz a... mondjátok már mi az. És ez fejlesztés, tehát ezt még rá kell tenni külön a hajóra. Tehát ez nem úgy működik, hogy te ezt a fejlesztést így megveszed, hanem amikor megvetted, akkor itt elérhetővé válik. Itt majd kiírja majd, hogy sejem szövésű vitorla, és ad egy bizonyos értéket. És az a poén az egészbe, hogy itt ezt nem köti az orrodra, vagy várjátok, csak így leírja, hogy mi ez, de számszerű statisztikai értéket nem rendel hozzá itt a fejlesztési részen, ami igazából teljesen normális. Én csak itt ugye, amikor a hajóra ráépíted ezeket a tudtokat, úgy is kell, hogy lásd a statisztikába, hogy mit ad. Csak ugye akkor nem tudsz mérlegelni, itt nem tudsz mérlegelni statisztikailag, hanem nagyjából van egy elképzelésed, meg egy leírásod arról, hogy mit ad az adott fejlesztés, de számszerűsíteni nem tudod, azt majd csak a hajó fejlesztési paneljén tudod. Jó, nagyjából ezt is kiveséztük. Ezt gondolom, egy döröklő rúd van rajta, ezt gondolom fast reload. Fastest reload, tehát gyorsabb töltést eredményez. És akkor van még ilyen, nem, azt már mondtam. Jó, ezeket már mind mondtam. Na, most például én itt
Megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy mit válasszak. Úgyhogy, mit tudom én, még nincs is sok pénzem. Tehát nem is akarok nagyon semmit választani, mert szerintem a következő csata az ezek nélkül is abszolválható lesz. De nem biztos, de azért megpróbálom. Azt a csatát még megvárjuk, legalábbis a kezdését. Na, és az angoloknál, ami fontos, hogy itt az első csatá, vagy az első stage-be, tehát az első chapter, tehát az első fejezetben nincsenek mellékküldetések, csak ez a két fő csata. Még menjünk vissza a hajókra, nézzük meg. Már kezdek berekedni, bocsánat. Tehát... Ja, itt még kéne egy. Hát elég véniges. Elég vénig. Ez például nem... Ez például azért 3-11, mert minden más értéke magas, csak azok nem, ami kéne. Így jön. Csak valami normálisabb muskéta. Bocsánat, ezért nem volt stream hétvégén, mert egyszerűen... Torkom az katasztrófa. No kérem. Tehát, két hajót vihetek be abba a csatába, úgyhogy én úgy gondoltam az egészet, hogy nekem elég lesz. De ide ez a 4 fontos, ez nagyon kevés. Tehát ez a 7. osztályú sloop, vagy mi ez, ez rohadt kevés. A brig az még elmegy, de ez később rohadt gyenge hajók lesznek. Na nézzük meg mi a... Ó, és elnyomtam. Jó, jó van Zagloba. Te nagyon ügyes vagy, mondtam már. Nézzük meg, hogy hova mentettem. Elnyomtam a következő stage-re, mert itt engedi. Tehát vannak bizonyos csaták, és jó, el is nyomtam. Dinos kapcsolatban, de fújás. Jó, ez. Elnyomtam azt a csatát, mert valamikor engedi. Na és itt már bejön a mellékküldetés. Majd itt ezt meglátjátok. És itt már, hogyha elnyomjátok, mert itt még megadta a lehetőséget a játék, akkor ezt már nem mutatom meg. Tehát megadta a lehetőséget a játék arra, hogy elnyomd a következő stage-re. Tehát nem kötelező jellegű volt az a csata a kampányra nézve. De vannak olyan csaták, amiket majd így nem tudsz elnyomni. Például egy milyen ütközet. Na, ez egy teljesen szárazföldi ütközet. Nem is tudom ide miket vigyek be. Tehát nincs is szárazföldi csapatom annyi. Ugye, hát de van. Ugye itt lehet 3.90. Itt megint az, hogy nézed azt, hogy mennyi a súly a hajón, meg hogy mekkora csapatokat akarsz felszerelni. Ugye ezt elfelejtettem megmutatni nektek az előbb, hogy látjátok, ott megy, így, és már csak 170-es egységet tudsz rárakni. De itt az a kérdés, hogy megint mi a fontosabb. Meg hogy milyen fegyverzetet adsz most nekik. Mert most csak sima muskéta van náluk, ugye az közelharcban meg gyenge lesz. Szóval itt megint az, hogy mit választasz. És ez a kérdőjeles, ez a mellékküldetés. Ez úgy néz ki, hogy majd amikor lejátszottad ezt a csatát, ezt a Santa Cruz-t, akkor szépen feljavítod a hajókat, meg újra feltöltöd az egységeket, meg minden. És akkor hozzárendelsz mondjuk két hajót majd a stage, tehát ennek a fejezetnek a végén, és akkor nyomsz rá, és akkor majd automatikusan az AI kiszámolja, hogy mi lehet. Tehát hogyha itt rányomsz, akkor itt ad egy átlagos, vagy hát egy ilyen becsült értéket arra, hogy mekkora esélyed van ezt a mellék tálat behúzni. 74%-ot ad. Most kiveszed és beteszed a gyalogságot, akkor 77%-ot. Tehát ugye az sem mindegy, hogy melyik hajót rakod oda. Mert ez egy parti hadműveletnek néz ki. Tehát értelemszerűen ide több gyalogság kell. Tehát minél több gyalogságot raksz oda, annál nagyobb esélyed lesz. Értelemszerűen. Jól mondtam? Azt hiszem jól mondtam. Igen. Nem sokkal, 3%, de az is sokat számít. Ha elkattintasz róla, akkor mehet Santa Cruzba. Na, ezt még megnézzük. Csak itt ugye most megint az a probléma,
hogy nincs elég gyalogságom, tehát eleve a matrózokat kell majd kivinnem a szárazföldre, mert látjátok, itt is a hajókkal operáltok. Tehát a hajók legénységét viszed be tulajdonképpen. Tehát itt már egyre kevesebb egységem is van. És az idő nagyon kevés lesz, mert szerintem ők támadnak, vagy nézzük meg. Ja. Esik az eső. Egyébként érdekes, hogy nem tudom az FPS számláló miért tűnt el. A grafika amúgy nem csúnya, ahhoz képest, hogy milyen fejlesztési játék. Jó, tehát ezek a saját egységeim, ja. Na és akkor itt most aztán erre. Egyébként szabadon forgatható a térkép, bármilyen irányba, össze-vissza tudjátok forgatni, lehet zoomolni, ugye az iránygombokkal, tehát a Q-est, mit tudom én, milyen gombokkal tudjátok mozgatni bármerre a térképet, tehát nincs az, hogy fixen kell néznetek valamit. És még annyi, hogy mit is akartam mondani? Ja, hát ugye nem izometrikus már a játék, csak az, hogy van egy ilyen furcsa dolog, hogy amikor így közel viszitek, akkor látjátok, hogy ilyen így oldották meg az elmosást. Hogy ilyen, ez a, nem is tudom minek nevezik ezt a pontos rendszert. De ez lehet, hogy még grafikai hiba, erre még nem jöttem rá, látjátok ezeket a kis pontokat. Tehát, hogy lássátok, hogy mi zajlik a lombkorona alatt. Még egy kicsit olyan, basszus. Kicsit frusztráló tud lenni, hogyha túl közelről nézed egy idő után. Nem, annyira nem zavaró, de azért nem is szép. Szerintem. Jó. A tengerészeimet már halálra gyalázták. Jó, mindenki megfutott, úgyhogy mehetünk. A saját egységem is megfutott. Nem. Várjál, ezek nem is a saját egységeim, nem? Akkor... Várjál. De, ezek a saját egységeim. Ugye itt tudjátok meg azt megcsinálni, hogy éppen megvárjátok a segítséget, akiket már úgyis a másik úton kell küldeni. Én azt szoktam csinálni, legalábbis saját észre, hogy a tengerészeket az sem mindegy, hogy Marines vagy a matrózok. Mert megnézitek, itt van a Marines. Ők azok, akik ugye magán a hajón is a közelharcért felelnek, meg azt hiszem a... És a matrózok meg ugye az ágyukért. És ugye egész két másfajta egységről van szó, itt látszik is a képeket. Hoppá. Hát ez utál. Belefutottak, de hát... Jó, meg is futott mindenki. Ugye itt, hogyha összevonjátok az egységet, akkor ilyen a pajzs, tehát a jelképük az más formát kap egy ilyen keretet, kontúr. De igazából ez dupla vonal, úgyhogy nem kontúr. Akkor ugye itt meg azt hiszem tudtok olyat is, hogy Ctrl 2. Nem. Nem csak a hajóknál. Ott lehet csoportosítani. Ugyanúgy van a szupli, ami egész máshogy működik, mert van, hogy ilyen kereke, van, hogy tárcakérre jön a szupli, meg van, hogy gyalogság viszi, mint azt hiszem most is. Nem az tárcakér. Érdemes egyébként lecsapni rá, csak tovatosan kell operálni. Ja, fel van gyorsítva, bocsánat. Azért küldtem őket a másik útvonalon, hogyha itt az erdőbe bujkálna valaki, akkor azt derítsék fel. Egyébként ilyen 200 fős alakulatban már érdemes előcsatározót leválasztani. De megmondom őszintén, hogy itt még nem szoktam. Megvárom, míg itt a játék fejlődik, meg nagyobb gyalogsági egységeknél látom én értelmét ennek. Az ágyút jól lenne elfoglalni. És ennyire lehet ráközelíteni, hogy
megtartotta maga a játék, megtartotta egy kicsit ezt a stilizált madártávlati feldolgozását, hogy nem olyan, nem kell így messziről tekinteni a harcokra. Jó, sikerült. Ez egységben megfutott, mondtam a szózaim. Töljétek szépéket. Kéne nekem az ágy. Ugye akkor 50 gyalogos megszállja az ágyukat, de ugye az olyan is. Tehát nem lesz olyan hatásfokú az a tüzérség, mint a rendes tüzérség. Meg ugye van már friendly fire, tehát most már nem tudjátok azt megcsinálni, mint a Civil War-ban, hogy egymás mögé felállítjátok az ágyukat, meg a gyalogságot eléjük, aztán átlövöldöznek rajta. Tehát az ágyú, ami nem tarack, úgy fog beleszántani a saját egységeikbe, hogy csak lesen. A saját egységeket pillanatok alatt rom már lehet. Hát tényleg, nézzük az ágyunk. Nagyon lassúak egyébként az ágyú. Hát főleg nem is ágyú személyzet irányítja őket, ugye? Hanem ezek a csingadzsukkok, sima gyalogosok. Futtassuk őket. Az utánpótlást elfoglaló, de igazából nem, soha nem az utánpótlást fogja lőni, hanem az őt követő gyalogságot. Csak hát ugye megint az, hogy ide lovasság kellene. Ugye a Civil War azért volt könnyebb ilyen szempontból, mert jöttél a lovassággal, egy ilyen szuplit egy pillanatok alatt foglaltál el. De ott az AI is jobb volt, meg más is működött, úgyhogy nem volt ebből probléma. Haladjunk. Kicsit felgyorsítom, jó? Mert nekem is idő van. Nem mintha nagyon sietnék, csak még szeretnék egy-két dolgot elintézni. Még ki kell számolnom az éves költségeimet sajnos a vállalkozásban, aztán az holnapra meg kell lennie. Azt a kurva, milyen ágyus? Ja, azok, ja tudom, jó. De ez, úgy nézem, hogy ez ennyi ez a csata? Sajnálom, hogy elnyomtam azt a Santa Cruz-os tuccot, vagy mi volt az. Kíváncsi lettem volna arra a tengeri csatára. És egyébként tényleg vannak nehéz, meg könnyű csaták. Tehát az amerikaiaknál is teljesen úgy volt, hogy... valami ellentámadást kell elhárítani. Hogy volt olyan csata, amit vért húgyoztam, de szó szerint. És volt olyan csata, ahol meg egyszerűen így magától jött minden, de tényleg, tehát szinte semmi erőfeszítés nem kellett tennem. Ugye most ha ezt tudtam volna, hogy itt ennyi erősítés érkezik, akkor a saját egységeimet megkíméltem volna ettől a véráldozattól, de most már mindegy. Ott a szupli, és pont a szuplit nem engedte elfoglalni, beszart. Na és, és igen, ellentámadást kell elhárítani, tehát a körvédelemre kell berendezkedni. Szóval ugyanúgy megvan a játéknak ez a... de most hogy a szuplit engedi elfoglalni. A, megvan a játéknak ez a szárazföldi harcokat irányító hangulata. Ez hú de magyartalan volt, ne haragudjatok. Tehát ugyanúgy megvan a szárazföldi szegmense, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint a Civil War. Csak a mérték, vagy a lépték más. Ugye kisebb alakulatok, kicsit a felszerelés is más, szerintem. Már olyan értelemben, hogy ugye itt azért más a korszak. Nincsenek akkora lőtávok, mint azokkal a modernizált muskétákkal. Hát az akkor korabeli muskétákkal, inkább úgy mondom. Mert itt azért ilyen tényleg ilyen majdnem köpés távolságról osztják egymást a népek. Ó, még erősítés. Most ezt hogy fogom abszolválni, az kérdés. Ugye, hogyha meglátjátok a szürke pajzsot a térképen, akkor érdemes oda mozgatni egységeket, de hát itt nem láttam még szürke pajzsot. Baj, mert puszta közepén van ez a terület. Megint azt jelenti, hogy
igazából fedezék nélkül kell harcba bocsátkozni majd. Na és nézzétek meg, hogy itt, itt ilyen tárcakeret fogtunk el, ugye lőszer, szállítmány. De a... láttam egy olyan csatát, például ez a szavannai ütközet, vagy nem is tudom hol volt az a... ahol ilyen rizsföldeket, vagy mit kellett védeni, vagy már nem is tudom pontosan. Azt is majd be fogom mutatni ezt a csatát, mert az nagyon érdekes. És az eleje az ott is elég kemény. De hogyha már egyszer megveted a lábadat a... egy ilyen félsziget, vagy sziget, nem is tudom mi játszódik az a csata, akkor már az is egy kicsit könnyebb. De ott például van olyan szupli, amit ilyen kézbe hordoznak, tehát ezen a... tudjátok, ezen a... ami... na, a hirtelenek... mind a horcék, olyasmi. Csak ugye nem embert visznek rajt, hanem a szupli van rajta. A szupláj. Szuplimet. Jó. Ágyút hova rakjam? Ágyút rakjam. Na, és akkor most itt meg kell várni, még ez a mókus ellentámad. Ugye itt is ugyanúgy működnek a fedezékek, már nem a fedezékek, hanem a terepfedés. Tehát nem mindegy, hogy erdőben vagy el, vagy csíkterepen. Nem kell. Azt meg mekkora erővel támad, a kurva életbe. Nem is gondoltam volna. Jók, szerintem szokni meg kell nekem, úgyhogy... egyébként nem érek a kalapszart se. Az ágyuk, hol az ágyuk? De akkor már közelebb kéne vinni, mert átlövök a saját gyalogságomat. Baszki. Jó, mondjuk a szerencsém van, akkor azért jó, jó a... ez a katonák nem sima földön futó. Ide beteszem az ágyut a résbe. Az a baj, hogy mire odaérek, szerintem... kb. Hatástalan lesz. Néha célszerű hátat fordítani az eneminek, de nem mindig kifizetődő, mert egy komolyabb felkészültségű ellenség egy pillanat alatt szét találja őket hátul. A veszteségeket rendesen megtizedeli őket a puskatűzre, ha hátat fordítasz. Itt valahol van egy ágyú az erdőben, föl kéne az egyébként ellenséges ágyú. Na és ma ott a Friendly Fire, nem tudom, hogy ki lőtte, vagy ki nem, de rohadjál meg. Csak innen az ágyúval tudom magit osztani. Ez a max ráközelítés jelenleg. Nem tudom, hogy ezen változtatnak-e, vagy nem. Talán később. Az ágyú mit csinál? Most őszintén. Jó, és már jönnek délről is. Ott az ágyú. Jó, hát itt akkor visszavonulunk ide. Ez mondjuk maradt. Várjuk, jó lenne elhallgattak. Jó, egyelőre verjük vissza ezt a támadást. Az a poé, hogyha azt írja, hogy délről jönnek, akkor miért nem tesz irányítunk, hogy legalább lássam. Az ágyuk be vannak a mocsárba. Ilyen grafikai hibák vannak. Erre írtam a Steam értékelésbe, hogy és nem tudom eldönteni, hogy ez grafikai hiba-e, vagy... ja, és egyébként megmaradt ugyanúgy a... ez a húzott irányítási rendszer, az irányvonalas, vektoros úgymond, hogy így tudod te magad húzni az irányt, hogy merre menjenek, meg... tehát, hogy az utakon tud tartani a saját gyalogságodat, meg hasonló. Az előző részben is megvolt már, sőt még az első részben is. Gettysburgbe. Jó, hát ez a támadás az vissza van verve. Jából, úgyhogy mehetünk az ágyukra. Oh, baszki! Hát ezt nem vettem észre. Gyere csak vissza. Jó, majd ezek a Westonék elintézik az ágyukat. Ti gyertek vissza. Én nem voltam idegileg felkészülve, hogy ez így lesz. Ó, te Mária! Jó. Csak
Ne lőjék rommá, mert elvesztem a matrózaimat. Azok sima matrózok, nem? Jó, az ágyú az teljesen felesleges. Lőjétek őket. Ó, viszont itt is szarba vagyok. Ez a két darabság. Ah, meg semmisültek, jó. Baj. A kezembe tartom a helyzetet egyelőre. Ács. Ezt a szuplit lehet el kéne engedni. Na mindegy. Ezek trommá lőnek engem. Teljesen kezdek berekedni. Már érzem, hogy halkabban beszélek, ezért elnézést kérek, de... Nem tudok, az a baj, hogy most nem tudok két óránál többet beszélni egy húzamban, most is csak mondom, még ezt megnézem. Azért nem is tudtam nagyon jönni, pedig az Age of Sail már kint van egy pár napja. Már múlt héten kint volt, csak... Orkon miatt nem igazán tudtam tartalmat készíteni belőle. Jó, megvannak az ágyuk, ezt maradhattak itt. Szerintem minden támadást elhárítottam, nagyjából. Ott nem, ott még jön 150 ember, hát én beszarok valamit. Hát mi történik itt, de most komolyan? Jó, álljatok meg. Ugye itt is mondom, ez is a saját fasságom, hogy egyszerűen nem vagyok hajlandó csatát megállítani. De tényleg, hát ezeket kár volt ide hívni. Egyszerűen nem érzem úgy, hogy az magamba szembe fel lenne, hogy megállítom a csatát, mert akkor igazából az veszik el, hogy időben reagálj bizonyos dolgokra. Mert ugye sokan azt mondják, hogy az ilyen komoly RTS-ek, meg mit tudom, azok az igazi stratégiai játékok, mert ugye ott számít a legjobban az, hogy ki milyen gyorsan reagál egy bizonyos akcióra. De ezt meg lehet csinálni az ilyen játékokban is. Mert tulajdonképpen ez a része ennek is RTS. Tehát csak... Ugye itt megtudod, nem tudom, egy multi, egy olyan RTS-ben, ugye ezek a jelzők születtek, hogy... Vonuljatok már vissza. Már bocsánat. Tehát, hogy... Nem tudom, értitek, hogy mit akarok kiámozni, tehát... Itt igazából magamnak csinálom azt, mint hogyha a gép lenne egy ellenem egy emberi játékos, ugye ahol nincs lehetőség, vagy csak közös megegyezéssel van lehetőség játékot megállítani. Valami ilyesmi gondolat mellett alapján nem állítottam meg életemben soha, semmilyen csatát, csak nagy duzzogva. Például volt a Victoria 2 multi co-op, még annak idején tényleg nem sokat játszottunk, de volt rá lehetőség, hogy multisztunk. Ott is mindig az volt, hogy mennyi menjen, milyen sebességgel menjen az idő, mert valaki gyorsabban tudott reagálni, valaki lassabban, és hiába egyeztünk meg egy arany középútban, mint a kettes értékbe, valakinek az is gyors volt, vagy valaki meg sírt miatta, hogy hát ez meg már lassú. Szóval ezért nem tudom volna. Na jó. Mennyien vagytok még? Kár volt támadni az a helyzet. Visszaszerzi az éjt, az ágy úgy, az éj villogott. Hátba támad, beszarsz. Jó, végülis abszolválható csata, abszolválható, teljes mértékű. Úgy van nehéz. Majd figyelni arra, ki hova futkoz, mit csinál, honnan jön elő éppen, meg. Azért villog, mert ez az én zsákmányom, hogy az most valami más. Jó, hát ez nagyjából azért megvan ám. Kurva nagyok a veszteségek, ami meg nem jó. Oda figyelj, hogy manőverezett oda. Észre se vetted. Meg mondjuk fel van gyorsítva a csata. Nagyon lassú játékról beszélünk. Tehát ezt igazából nem is, szerintem nem is erre találták ki, hogy ezt valaki
élőbe közvetítse, ez teljes mértékben szerintem ilyen 3-as, 4-es, vagy hát a 2-es, 3-as sebességen simán le lehet hozni egy évirányt. Tehát azért visszalassítom, mert úgy meg romlik az élmény. Meg eleve olyan, mint hogyha laggolna. Kértem. Ó, visszaszereztük. Az ágyukat beteszem ebbe a ficakba, onnan fogom őket jasztani. Hogyan bemenővel ezt a magát a faluba? Vagy mi is ez? Nem. Tábor. Látták? Volt egyszerű az öreg. Azt sem tudom egyébként ki ellen harcolni, a spanyolok ellen jó. Nézzétek meg, már megint ott a Capetillo testvér, az már ott tolná be a bajuszát a táborba, de azért mi megakadályozzuk ebbe a tevékenységbe. Nézzétek meg, milyen veszteségeket szenvedtem. Tehát van olyan egység konkrétan már alig van benne ember. És olyan ordas nagy hibákat nem követtem el szerintem. Hát jó vagy párad, de az... Vagy hát, hogyha számít is, nagyon szarva, igaz? Jó, azt a 26 ágyut azt azért mentettem meg, hogy innen tudjam osztani ezt az ágyut. Ja, meg hát ugye megint arra figyelni, hogy charge, futás, stamina, morál, megint a fegyverzet, hogy ki milyen fegyver. Ez egy nagyon lassú, nagyon lelassult játék. És maguk az események meg gyorsan történnek. De viszont akkor meg nem értem a koncepciót, mert pont az lenne a jó koncepció, hogyha akkor visszalassítaná az egésznek a folyását, hogy egy ilyen tervező szimulátor, ténylegesen tervező szimulátor legyen hadászatilag a játék. Csak akkor ugye meg az élvezeti faktor kopna meg, mert azt meg sokan nem akarnák, hogy még lassabb legyen. De így is elég lassú. De ez a normál sebesség. És szinte alig történik valami a csatatéren. Tő a Zsolt. Késő jöttél, mert lassan megyek. De majd holnap gyere vissza, holnap 2-kor kezdek. És akkor megpróbálom egy 5-ig, vagy hát 5-ig nem, de egy 4:30-ig nyomni. Nagyjából jók vagyunk. Mi ez? Contested camp. Azt még 1 óra 19 percig kell tartani. Hát rohadjatok meg akkor. Rohanjatok le őket, mert én többet nem élek. Jó. Gyertek vissza ide a táborba. Rágyukkal. Nincs értelme foglalkozni ott hozzá. De foglalják az ágyukat. Ugye itt az a, mondom még egyszer, az a poén az egészben, hogy a szuplikkal nincs értelme foglalkozni. Azért, mert egyszerűen teljesen felesleges. Komolyan mondom. Mert olyan gyorsak, ahhoz képest, mint az előző részben megszoktam, ahhoz képest olyan gyorsak, hogy... Ó, bazen most jöttem rá, hogy lehet csoportot csinálni. Ja, jó, tehát visszavonnám az előzőt. Lehet 1-es meg 2-es csoportot csinálni. Most hogy 3-as lehet, azt mindjárt megnézni. Tehát nem... Úgy kell, hogy kiválasztod az összes egységet, és akkor... Akkor úgy létrehozza a csoportot, ja. Akkor úgy tudtok majd manőverezni a csoportokkal. Tehát... Én voltam a böszme megint. Mert lehet csoportot létrehozni, csak nem a Ctrl 1-2-vel, hanem ezzel a parancsal. Jó. Kurva élet, mennyit kell még manőverezni, basszus? Hát már kilerohad a kezem. Már nincs ammó. Jó, vonuljatok vissza, mert ez nem pálya. Hát tényleg mi a faszt akartok itt? Menjetek már innen. Ugye azok már csak ágyú személyzetek. Az ágyú már nem tartozik az ágyú személyzetek. Már csak sima gyalogságként funkcionálnak. Elmaragoztok, megint belepörgetek. Hát akkor kitartás, nekem is a holnapi napon már húzós lesz, de délelőtt talán el tudok intézni mindent.
akkor de megint ilyen kettőtől tudnám streamelni. Ha valószínű, hogyha nem Age of Sail lesz, akkor annak az indie fejlesztőnek lesz egy Hexagon stratégiája, ami egyébként egy nagyon kezdetleges játék, a vége. Tehát egy nagyon kezdetleges játék, amit kaptam, egy... Nem is értettem egyébként, hogy miért kaptam meg mindent, de megértem neki, hogy majd ki fogom próbálni, meg hogy mi a véleményem, de mégis annyira indie, meg annyira kezdetleges, hogy egy fél-egy órát adunk neki, megnézzük. Aztán lehet, hogy nem is tudom normálisan streamelni, mert olyan dolgokat csinál az a játék, hogy majd most se értem. De ez van. Na, nekünk megsérült valaki. Ja, hogy az az én videó. Mit szereztem? Szereztem 400 C-szervét, most 200 bajonettel. Sima bajonettel. De egyébként ez olyan bajonett, hogy nincsen lyuk az elején. Vagy tehát értitek, mit akarok mondani. Szóval ez olyan bajonett akar lenni, ami még nem lehet, amivel még nem lehetett lőni, csak fölpaszták az elejére. Tehát akkor miért lenne lefelé a bajonett, nem? Amit beledugtak a puskacsőbe bajonett, tehát amivel nem lehetett később tüzelni, az ugye eleve úgy nézett ki, mint egy tőr. Tehát azért nem értettem, hogy miért van olyan bajonett. Na mindegy, majd rájövök. 8 ágyút szereztem, és kurva sok supply-t. Na jó van, srácok, szerintem mára ennyi volt. Még megnézzük, hogy mi van. Megmutatom nektek ezt a... hogy ez hogy működik. Kaptunk 5 prestige-t, tehát igazából reput. Egy experience, meg 27.000 pénzt. Az már azt jelenti, hogy kurva sok pénzünk van. Azt próbálom megmutatni, hogy milyen ez a mellékszál, hogy mire számíthattok. Azt hiszem, hogy erre fogok most. Jó, tehát ez a mellékszál ez úgy van, hogy... Egyértelmű, rommá lőttik az összes matrózomat. És ugye itt is számít az, hogy látjátok, itt még kapna egy képességet a legénység. Mivel optimálisra visszaveszem ugye az újonc, vagy tehát az új legénységgel, ezért kapásból elveszti azt a lehetőségét. Vagy nincs is kapitány, baszod, meghalt az is. Azért nagy rizikó bevinni a hajók legénységét a csatákba, értelemszerűen, mert ugye akkor elvesztitek az egész legénységet, tiszt meghalhat, mert nem biztos, hogy megsebesül, hanem meg is halhatnak a tiszteitek. Tehát értelemszerűen. Ugye az, hogy egy hajónak mekkora a teherbírása, ugye... Most ez itt... Várjatok. Miért van bepirosod? Jaj, nincs tiszt. Ó, bazd meg, de hülye vagyok. Na bocsánat, elnézést kérek csak már megint. És a tiszteknél például nincsen külön választva a skillfa, látjátok? Tehát a vörös kabátosoknál ott az egész számít, az egész átlaga. Csak a tengerészeknél számít az, hogy... Ugye ott azt meg is jeleníti, hogy melyik ki mi számít. Tehát melyik felelős a hajózásért, melyik a csatázásért. Ez is egy érdekes adalék. Na, és akkor úgy van a vége, hogy megmaradt nektek ez az egy szál. Voices nevű mellékszál, amikor kijelölitek ezt, meg ezt az egységet, 75%, lehet, hogy nem az kéne. Ezt szedve. Na, érdekes módon, gondolom azért, mert több rajta gyalogság. De rosszat vettem ki. Ja, mert egyszerre kiveszi, jó. Tehát, hogyha beküldtek ezt, meg ezt, az 75. De hogyha beküldítek ezt, az csak 67, de hogyha beküldítek ezt, az 77. Tehát ennyi az esélyetek, hogy sikerrel jártok ebbe a misszióba. Nagyjából leírja ugye, hogy mit jelent ez a csata, vagy épp esemény, és akkor itt rányomtok a startra, hozzárendeltétek a két hajóegységet, meg vannak javítva, föl van töltve, és akkor ilyenkor, tehát itt ilyenkor van az, hogy rányomottuk a next stage-re.
és akkor kiadja a következő csatákat, meg a következő mellékszálakat, és visszaadta a Santa Cruz. Ja nem, most ezt a csatát visszaadta a Secondban, amit az előbb elvasztunk. Ugye közben adnak ilyen híreket, de újságcikkek, és akkor itt adja nektek azt, amit az előző csatában, vagy az előző részben hozzárendeltétek a cuccost, hogy kírja, hogy Prestige. De igazából nem volt értelme, mert csak nagyobb veszteségeket szenvedtünk tulajdonképpen. Hogy még rá is basztunk rendesen. Ugye itt látni, hogy megint időszerű láncot alkotnak a csaták, tehát május 17 és május 25. Értelemszerűen célszerű időrendbe menni. Ugye itt most kapásból kibasztunk magunkkal, mert még hatalmas veszteségeket is szenvedtünk, meg eleve rossz egységeket rendeltem én szerintem ahhoz a csatához, de most már mindegy. Mert nem ezeket rendeltem hozzá én, balfasz. Na jó. Oké. Nagyjából ennyi lett volna mára. Aztán holnap még akkor itt ezt lementem. Ez tulajdonképpen azt hiszem a 2/1 lesz. Mire mentem? Ja, loadra mentem? 2/3. Hát ez a 2/3-as epizód. Itt már azért vannak érdekes részek, meg nehéz részek, de hát láttátok, hogy az első csata is azért, aki nem tud nagyon kommandírozni ilyen hajókat, az a szarba van. Vagy a szerencse segít neki, vagy 3-4-szer újra kezdi, mint ahogy én is. De egy idő után ugye meg lehet oldani minden. De még amikor már úgy érzitek, hogy most már azért fasza meg minden, akkor úgyis kaptak egy olyan ellenfelet, vagy egy olyan ellenfelet, egy olyan ellenséges hajót, vagy hajórajt, vagy olyan szárazföldi csapatok jönnek majd szembe, hogy esélyetek nem lesz. Mondom, az amerikai részben, amikor megjelenik az a, azt majd holnap meg fogom mutatni, akkor megjelenik a 40 vagy 60 ágyus hajó, vagy a franc tudja hány ágyú van rajta, 500 fős legénységgel, és akkor az a feladat, hogy pusztítsd el. És akkor van egy 44 ágyus hajód, meg egy, azt hiszem 28, amik jó, gyorsak, de majdnem azt mondom, hogy páncélvédettség, de erőben, meg tényleg védettségben esélye nincsen ennek a két hajónak együtt az ellen, a nagy hajó ellen, és tényleg az, hogy már csak a gyújtóhajót tudom elképzelni, vagy eleve rosszul menedzseltem a flottát odáig, addig a részig, az utolsó nagy csatáig, abban a fejezetben, hogy ugye nem gondoltam arra, hogy valaha nekem olyan hajóra lesz szükségem, ami egy nagy sorhajó, vagy robbanó hajó, és ugye ezért az a csata az igazából ment a levesbe. És azt nem próbáltam ki, hogy, mert az egyik célt a csatában egy hajónak az elfoglalását, vagyis kimenekítését, amit már elfoglalt az ellenség, azt meg tudom csinálni szinte mindig, csak ezt a nagy hajót nem tudom elpusztítani. És arra kéne rájönnöm, hogy milyen eszközökkel lenne célszerű, vagy lenne értelme elpusztítani. Úgyhogy mondom, ez egy elég kombinatorikára épülő játék. Itt oda kell figyelni mindenre, hogyan, miképp, merre, meddig. És itt láttok ilyen, vannak ilyen kis tutoriál videók, hogy hogy kell irányítani, meg mi számít, meg mi nem számít. Meg szépen le is írja nektek, hogy tényleg mit, hogyan. Ugye, hogyha hirtelen lefékeztek, akkor áll meg a leggyorsabban. Nem akkor, hogyha csak a vitorlázatot elkezditek csökkenteni. Meg ilyenek. Szóval ezeket is majd be fogom mutatni, meg lehet, hogy megnézzük a tutoriál részeket, de ott már igazából semmi újdonsága nem fogtok találkozni, hogy igen, jól mondtam, mert annyira alap tutoriál van most a játékban, hogy a csatákra úgyse tud felkészíteni.
csak ilyen teljes, a legalapvetőbb dolgokat magyarázzák el benne, és ezekre a véletlenszerű nagy csatákra úgyis teljes tapasztalat nélkül fogtok menni, vagy hát tapasztalat hiánya nélkül fogtok menni, mert mindent a játék közben, a kampányok közben fogtok megtanulni, legalábbis szerintem. De az lehet, hogy így is van jól. Úgyhogy nagyjából ennyi. No. Akkor majd holnap érkezek egy következő videóval. Vagy streammel, még nem tudom. Már valószínű, mert ugye most elég sok játékot le kellett törölnöm. Úgyhogy egy csomó olyan videó sorozat, ami terve volt korábban, az csúszni fog. Ugye ilyen az Attilának a középkori módja, ami igazából még nincs is készen, még mindig nem is fejlesztik szerintem. Most olyan ütemben, mint amikor kiadták, mert már ilyen 20-ad rangú submódok jönnek ki rá, meg, tehát elég rossz érzés, hogyha rágondolok erre, hogy miért kellett megint egy módot erőszakkal kiadatni, amikor nincs kész. De hát már megszoktam, meg itt is megint egy early access, jön a Bannerlord 31-én, az is early. Igazából early hegyekbe fogunk megfulladni. Én kicsit várom azt az időszakot, ami mint hogyha a 2000-es évek lenne, hogy ne legyenek. Szerintem az early-ket lassan be kell tiltani. Már nincs értelme early-be kiadni játékokat, mert közben szól az ébresztő. Na jó van, srácok, holnap 2 óra magasságába jövök. Lehet, hogy előbb, lehet, hogy később. 2 óra környéke nagyjából. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!